titeket. Az a saját korábbi állításaimba, szavaimba, gondolataimba,
Fargas Csaba János kisé, olyan szedett vedetát, ő neki jelen az a mestersége, hegesztő, csőszerűen hegesztő, beszélgetünk, akit érdekelnek a világ dolgai, és kutakodik utána, erről szól az élete, az által összeszedett paraméterekből számomra az a érthetetlen kérdés támad, hogy ha miért nem nézzük meg az egész videót, tudom erre volt válasz, mert hogy az egész anyag, az egész kalocsai találkozó, az szöges ellentéte annak, amit itt a válthatóságnak nevezett szervezet összegondolt ellenünk. Tehát ez nem egy szép dolog, amit ők csináltak, ez egy mocskolódás, ez egy rágalom hadjárat, ez egy feketítés, belsározás, amit egyébként az RTL klubos riportok, akik ilyen UCC-s hülyéknek, meg ilyen szektársoknak, meg nem tudom, minek állított be, rögtön azonnal, amint kitört az esemény. Úgy, hogy közben minden videóanyag elérhető volt akkor is, tehát tudhatták volna, megnézhették volna, értelmezhették volna a mondataimat. Egyébként nagyon jó példát ragadott ki szerintem ön is ebből, amikor én elmondtam a titkos haditervet, hogy itt egy pszichológiai operációról beszélgetünk. Nyilvánvaló úgy, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a titkos szolgálatok rajtunk vannak. Én ezt ott szóvá is tettem, kint sétáltam, ott köröztek körülöttünk, mindenféle valakiknek álcázva, ott ültek közöttünk mindenféle valakiknek álcázva. Én ennek tökéletesen tudatában voltam már akkor is. És ennek tudatában történt nyilvánvaló az, ami történt, ennek tudatában hangzottak el azok az állítások, amelyekből én a mai napig nem tudok egyetlen egy agresszív, nemzetellenes, államellenes, személy ellen irányuló vagy ember ellen irányuló gondolatot kivenni. A határozott véleményem a mai napig az, hogy az ott is megcélzott, úgymond hatóságot képviselő, tehát ezt az államformát képviselő hatósági személyek annyira elpofátlanodtak, annyira pimoszul, embertelen módon kezelik már a saját pozíciójukat, lehet, hogy a főső minta őrből, nem tudom, vagy központi parancsra kapták, hogy robbantsanak ki valamit, indítsák be az embereknek az immunrendszerét, a pszichológiai ellenálló képességét egy kicsit, motiválják már meg, hogy ne tőlük várják a megoldást, hisz én ezt korábban elmondtam önnek is, sokszor elmondtam, hogy én tisztában vagyok vele, én onnan jöttem a bútornak a másik oldalára, tehát én tudom, hogy akik benne vannak ebben a szervezetben, tehetetlenek. Mert érzik azt, hogy amint kinyitják a csipájukat, rögtön rajtuk van az ügyészség, rájuk rakad a műanyagokat is a börtönbe, mert elkezdik kiszivárogtatni azokat az információkat, amik szöges ellentéte annak, mint amit ugye a hivatalos jelszavak mondanak. Egyébként volt önnek egy megjegyzése, ugye ez a múltkor így beleégett a tudatomba, nem negatív, meg pozitív aspektusa, csak úgymond az ott összegyűlteknek a társaságára, vagy aki kvázi a P-kör név alatt futó társaságra, hogy hát nem is tudom, hogy pontosan hogy fogalmazott, vissza lehetne nézni, de hogy nem a társadalmi elit, vagy nem is tudom, a legműveltebbek, vagy nem tudom, hogy kik vesznek részt. Én ugye jeleztem, hogy olyan emberek, akik meg lettek égetve. Tehát a társaságban egyébként voltak is, egyre többen lesznek olyanok, nem az én társaságomban, hanem ebbe a szellemiségben, akik jogi végzettséggel is rendelkeznek, akik jogászként, ügyészként, ezt többször ugye szóvá is tettem, küldtem erre paramétereket, hogy volt bíró, ügyész nyilatkozta azt, hogy látja, hogy mi zajlik ott a háttérben, és nekem nagyon sok ismerősöm volt, aki ezt már a kalocsa előtt is, ugye ezt nem rejtette lék alá, azóta kint mosogat Angliába, narancsot szed Spanyolországba, jutottam ott, tehát még a környezetéből is elmenekül annak a kvázi országnak, amiben most jelen pillanatban szeretnünk. Ebből nyilvánvaló az a benyomás keletkezett, hogy itt a sem az igazság, sem a jó tét lélekek, lelkeknek otthonra találása nem olyan egyszerűen megvalósítható. Itt embertelen bánásmódban részesül az, aki kinyitja a száját. Ugye? Ezt ugye tapasztaljuk, mert hát itt állunk a bíróság előtt. Noha én tisztában vagyok azzal, és szeretném is, hogyha szeretném, nem szeretném, de
De lehetőség van annak, hogy ha emberként beszélgetek még mondjuk egy kávé mellett, én előre el tudom képzelni azt, hogy mi hangzik el. Ezt nagyon sok rendőr elmondta, hogy ha levenni az egyenruháját postaul, leülhetnénk beszélgetni, olyan sztorikat tudnék még mesélni, mondtam, nem, köszönöm szépen, elegem van. Meséljétek el az ügyészségnek, jelentsétek fel magatokat, hogy miben vettetek részt, miben vett részt a parancsnokotok, nekem ebből elegem van. Szervezkedjetek. Meg magatokat szervezzétek meg. A felvétel állításai szerintem nem erősítik a ellenünk felhozott vádakat. Én ott is elmondtam, hogy én nem egy szervezetet akarok létrehozni, szó sincs róla. Összegyűltek az ország, sőt már külföldről is jött, volt, aki külföldről jött, csak ezért haza. Ugye a Bátor Nyilas ügyben, aki még akkor még nem így neveztük, ugye még nem tudtam én sem, hogy Bátor Nyilas a gyermek neve. Hogy a vegzált házaspárnak az ügye kerüljön egy olyan konszolidált menetbe, ami ott a videóban is elhangzik, hogy én szépen kérem a hatóság részvevőit, hogy emberségesen próbálják ezt a dolgot kezelni. Nyilván azért született a meghívó, azért született ennek a meghívónak a kiküldése. Szóltam mindenkinek, hogy gyűjtsed be az összes hivatal e-mail címét, ez ott elhangzik, nyilván ott nincs ezzel titok, későbbiekben el is úgy szerepel, mintha én vagy mi, nem is tudom én, valami atrocitást akartunk volna elkülni, mert adatokat gyűjtünk a hivatalokról, nem kell szerintem éppen elég adat van már a szolgálatoknak. Mert hogy én közben nem titkosan egy pszichológiai játékot is űzök. Én azt szeretném, hogy önök változzanak meg. Én azt szeretném, hogy önök tisztuljanak meg ezek a hivatalok, akik nyíltan burkoltak, nem tudom, nagyon sok értelemben, de egyre többek által nemzetellenes arculatokat mutatják. Tehát tele, hogy kimegyek ide, mindenhol az a plakát, hogy megvették őket Tihóra. És ott van felsorolva 3-4 valamilyen emellett látszó valaki. Én nem tudhatom, hogy azok, akik nincsenek a plakáton, de hivatalban vannak, ugyan Kiróra, Dekára vagy Unciába lettek megvéve, mikor, ki által, úgy, hogy közben itt van már a BlackRocknak a központja Budapesten. Csak mondom, mert majd szóba kerül, annyit emlegette Budapestet, hogy nem tudom kikerülni a kérdést, mert ott elhangzik a videóban, hogy nem a magyarok fővárosa. Ez a benyomás annak, aki itt él. Aki itt él. Ennek egy oka van, nyilván következménye is van, hogy nem csak úgy kéne viselkedni, mintha törvényes lenne, tehát azt a látszatot kell tenni, hanem érezzük is úgy, hogy tényleg bennünk vannak a hivatalok, és el akarnak ügyeket intézni. Úgy érzem, hogy valamilyen nem folytogunk a szó. Köszönöm. Hogy most megállítom, hiszen már a felvétel, amit el akart mondani, hogy régen mondta, de mellette még teret engedtem annak is, hogy egy kicsit mélyebben elmondja a dolgokat, de itt elég, mert akkor csak belevonálja magát. Jó? Úgy szerintem ezzel teljessé változik. Amit kérdeznék, hogy van-e olyan tartalom, olyan plusz még, függetlenül attól, hogy ön szerint az egészet meg kellene játszani, amit ez a válogatás, ezek a törésekkel, ahogy én lejátszottam ezt a felvételt, nem ad vissza, és egy hamis képest fest arról, mint ami Karocsán történt. Vagy amit lejátszottam, az az anyag végül is teljes, és azzal kapcsolatban nincs hiány. Igazából ugye a vád velünk kapcsolatban az, hogy alkotmányos rendet akartunk erőszakkal megölteni. Ez csak mennék le. Mert azért mondtam, hogy az egész anyag pont arról szól, hogy mint az alkotmányos rend, mint olyan, a Farkas Csaba János egész délelőtti beszéde, illetve az ott elhangzott dolgok azt ragozták, hogy mint kérdés merül föl, kérdésként, jogilag, nemzetközi joggal megtámad, itt kerül szóba a UCC, hogy most oké vagy nem oké. Én mondtam már többször, hogy följelentést tettem ebben a kérdésben, válasz nem érkezett, senki nem cáfolt, és most ugyanabban a paradoxonban vagyunk, hogy van egy állítás, valamit összeszedett itt az ügyészség. És nekünk kellene megcáfolni azt a már elnézést, de égbe kiáltó baromságot, amit az ügyészség itt az arcunkba akar tolni, mint valami, nem is tudom, kommunista szöveg, tényleg a Tanú című filmük eszembe ebben kapcsolatban. Ha megilleti jött a kritika, joga és észrevételezésség a vádban kapcsolatosan, de ez nem mehet el a sértő szintig. Nem akarok Istenben, nem akarom a hatóságot megsérteni. És nekem viszont az a feladatom, hogy ő sértegeti az ügyészt, a
akkor nem ön védi meg magát, de én védem meg az ügyésztől, ha viszont ön sérte az ügyészt, akkor nekem tisztel, hogy ilyenkor szót emeljek ezzel ellen. Nagyon szépen, köszönöm. Én csak a lelki oldalát akartam ennek mutatni. Van, ketten is vagyunk, aki 4 hónapot nem sértés módon börtönnel töltöttünk el olyan körülmények között. Akkor nem minősítélve a vádat, ezeknek a vádpontoknak alapján. És egy olyan... Igen, és egy olyan ügyben tárgyalunk most, és egy olyan videót akarunk elemezni, amelyben már egy másik hatóság még el sem kezdte igazán, tehát vádig nem jutott el, és amikor kiderült, hogy se fegyver, se valós cselekmény, mert elhangzik ebben a vádban, hogy Kalocsán még nem követett, nem tudom szó szerint idézni, de biztosan tudja, nem történt cselekedet, illetve agresszió nem történt, és bennem úgy fölmerült rögtön a kérdés, mikor történt? Tehát mikor történt, amikor azt mondja, ezzel azt sugalmazva, mintha történt volna, azon kívül, hogy postaidra elmondja, hogy gyűjtsétek össze a címeket, és minden hatóságot tájékoztassatok, ne fenyegessetek, ezt is kihangsúlyozom, nem bántani, nem fenyeget, tájékoztassatok arról, hogy mi hogy érezzük magunkat, hogy éljük meg ezt a dolgot, azért, hogy a hatóságban lévő, tisztességes munkájukat végezni akaró emberek, akik mellett ott vannak a nem tisztességes, és nem a munkájukat, hanem az önös céljaikat, itt jön a szabadbűnösség, beszervezettek, ügynökök, hozhat, kikemberek, és a többi, hogy ez a csapat válogassa szét magát. Ön szóvá tette a hosszú kések éjszakáját, nyilvánvaló, ez meg is lett magyarázva, hogy a hosszú kések éjszakája és a hosszú kések nem arról szólnak, hogy én vagy bármelyikünk tegyen önök között rendet. Arról szól, hogy belülről ez az államszervezet, vagy nevezzük cégnek, ha már esesértés a államra nézve, sőt, ha már egyáltalán nem az, sőt lehet, hogy nem. Na. Hogy belülről önök a titkosszolgálatok által szelektálják azokat, akik nem ide való, akik nyíltan államellenes vagy burkoltan államellenes tevékenységet folytatnak, akik ügynökök, akik a magyarság ellen küzdenek, minden eszközök, és most ezt látom a tévében, ez sugárzódik a médiában. Van-e olyan rész, ami nem reprezentatív, teljesen ellentétes, és nem az ellentétes? Ez köszönöm, ez a rész kiragadja azt a fajta attitűdöt, amit szerintem cáfolja a vádat. Én csak annyit akartam ezzel mondani, ezt még nem szálljak, hogy később ilyen, mert nem volt időm az egészet végignézni, és úgy tudom, a többiek sem már is esélyen nem ezzel foglalkoztak, de ha lesz ilyen, akkor ugye mód lesz rá, hogy esetleg azt bejátsszuk. Nem a vád cáfolata miatt, mert én ezt a vádat nem is tudom cáfolni, mert ez annyira méltatlan. Ez közös munka, ám, tehát május 1-én, meg szombaton, meg vasárnap is ezzel kell törülni, ha éppen hétfőn tárgyalunk. Hát ez egy fontos dolog lesz, hogy ezzel segítsék. Ez a hír még épp igaz, mert én bevallom őszintén, én a munka ünnepének az Illuminátus születésnapján a május 1-e az, én dolgoztam tegnap is, mert hogy ez fontos lenne, hogyha egyszer haladunk egy bizonyításban, akkor ott legyenek, és akkor tegyék meg az észrevételeket, és akkor tegyék meg az indítványokat. Az nem időszerű indítványok elutasításra kerülnek, és meg sem kell indokolnom, ugye, hogy miért utasítom el ez a bizonyítási indítványokra vonatkozó főszabály, még az előkészítő ügyésztől azért is említett. Tehát akkor ezzel a szemelvényezett tartalommal, amiket én kiragadtam, hiszen nem egészében játszottuk le a felvételt, ha mondani való megjelent. Az a mondani való ránk nézve, illetve arra nézve, hogy nem követtünk el semmi olyat, amivel a láthatóság megkínált bennünket. Még annyi kiegészítés, hogy ott meg elhangzik, hogy MFNK meg egyebek, amit ugye már többször hangsúlyoztam, hogy nyomatékosító jelző, mert emberként, illetve személyként, meg ügyfélként, itt is ki van írva a bíró, nekem a szembetűnő mindig a WC, tehát hogy a WC-re ki van írva, hogy ügyfél. Ott az elvészíti, hogy ott ügyfél vagyok. A többinek meg nem biztos, hogy kezelnek úgy, mert a pisztolár nem beszél vissza, hogy nem kérdez, ő befogadja, ügyfélként befogad engem. A többi irodában nem vagyok ebben biztos, és hogy alátámasztam, többek között, de ne támaszom alá, hanem ez megjelent a gazságok és igazságok, demokratának, a demokratának egy... Elfogultsági kifogás.
szokás terjeszteni akár a nem megfelelő ügyfélbánásmód miatt bírósággal szemben. Hát én ennek alapját magam nem esünk meg ilyen egyszerűen. Ezt most már végig kell vinni, én gondolom. A Demokratában jelennek 2008-ban egy cikk velem, nem tudom, hogy ismerőse. Nem láthat. Hogy van-e az anyagok között, mert még a könyveimnek, amit leírtam, az nem jelent meg. Gazságok és igazságok, tehát mennyi a különbség. Ez alátámasztja ezt, ezt odaadnám, hogyha lehetséges. Nem is olvasnám föl. De most a felvételről van szó. A felvételt visszatartanám, én nagyon sok mindent jegyzeteltem, de az, amit ön ott elvileg kiragadott, az nagyjából lefedi azt a dolgot, ami az álláspontok szerint gyökeresen, radikálisan cáfol mindent, amit az ügyészség velünk kapcsolatban, a szándékainkat, a megközelítésünket, a titkosságunkat, meg az összes többit. És még alá is támasztja, hogy postaimre pszichológusként, szimbólumokkal operálva próbálja az ügyeket a normális mederbe terelni. Tehát ha így veszük a dolgot, akkor igen, akkor megértettük az egyetértelmet, és akkor nincs olyan plusztartalom egyelőre, amit lehet, ezt is megértette. Viszont azért pár kérdésem ezzel kapcsolatban lenne, hogy az első szemelni, az a justicis program után szólt ön, illetve szólt az elnöke, ami alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy ő szól, ez nem kellett egy különösebb szaktudás, hogy azonosítsuk a hangot. És ön pedig láttuk is. És ezzel kapcsolatosan ott azért a mondottartalom azt sugallta, ugye a hanganyag maga a bizonyíték, hogy ott azért csak sejtekről van szó, hagyjuk a sejtektől az áthallást, nem ez érdekel. A sejtek, hadd mondjam, hogy sejtekről szól, hálózatépítésről, és én is arról beszél, hogy egyfajta tömegbázist kell létrehozni, hogy ennek az egésznek értelme legyen. Ön viszont eddig azt mondta itt a rádióteremben, hogy semmiféle szervezet kiépítése nem állt a céljában, vagy nem volt cél. Ebben érzek némi ellentétben a hanganyag. Jó, ezt nagyon egyszerű tisztázni, mert társadalom szervezet, illetve a családi szerveződéseknek vagy szervezeteknek, tehát úgy épül fel a társadalom, sejt, ha lehet itt. A sejt egyébként nem egy rossz szó, mert hogy a mélykasból ered. Egyébként ugye a hadszögűek a sejtek, a mélykasból ered, és mély családokról beszélünk, és nem is tud másképpen létezni. Tehát nyilvánvaló, hogyha beindul teljesen mindegy, hogy milyen úgymond társadalmi folyamat, akkor a kis vegyértékű emberkék keresik a nagyobb vegyértékű ember, és csatlakozási pontokat fognak találni. Független attól, hogy mit kíván a mély királynő. Én teljesen tisztában voltam már akkor, és ezt ugye ragoztam sokszor, hogy semmilyen csapatépítésről szó se lehet, mert én nem tudom ellenőrizni, hogy ki szerveződik hova. És azt is, én úgy vettem ki ott abból a hosszabb kliséből, ami ott elhangzott, hogy én mondtam, hogy egymással ti ott helyileg oldjátok meg, szerveződjetek, mert egyébként hozzáteszem, hogy ez a kormányzati propaganda, és annak idején a polgári körök is így szerveződtek meg, nem adott rá kvázi egy ideig felső parancsot senki, és nem az volt az elvárás, hogy ezek a polgári körök direktbe kapcsolódjanak a központ, és onnan várják az utasításokat. Itt arról van szó, hogy ön szerveződjön meg mindenki. Egyébként, ha mai nap kellene ezt elmondani bármilyen közösségnek, nem tudnék más mondani, mert minden közösség, ami szerveződik, az önszerveződik. Amit fölülről szerveződnek, az nem közösség. Az lesz majd az a szervezet, amire önök itt utalnak. Az én fejemben, én nekem hogy már akkor tele volt a hócipőm, a feleségemről nem beszélve, hogy ne nekem kelljen járnom se, nem én vagyok a megmondó ember, nem én akarok irányítani, nem én alám kell szerveződni, nekem se listán nincsen, hogy ki tartozik hozzám, nem is érdekel, hogy ki píkörös vagy nem píkörös, éppen elég bajom volt akkor is. Ez a természetes folyamatoknak a definiálása, amit én ott elmondtam. Hogyha ez normálisan beindult volna, és a félelem faktorral nem állítja le a szolgálat, nem történik a bátornyilas, mert ha nem rettegnének az emberek, akkor most is tele lenne a tárgyaló,
de a félelem faktor az megakadályozza ennek a természetes társadalmi folyamatnak a beindulását. A titkosszolgálatok mindig ezzel operáltak, nem engedték sejtesedni a társadalmat, mert attól lehet tartani, hogy 20-30 fő után, ha nem ők irányítják, akkor már nem tudnak direkt hatást kifejtve ezt erre a csoportra politikai vagy bármilyen nyomást gyakorolni. Ezért nem engedik egyébként, én mondanám az erőnek, és ha eléri a gazdasági szerveződésük vagy szervezettségük azt a bizonyos kritikus szintet, akkor biztos, hogy be fog lépni majd valaki, és nem engedi meg a zöldségtermesztést, és nem engedi meg nekik a további tevékenységet. Tehát ez nem az én szervezet építésemről szól, hanem ha beindulna a társadalmi változás, amit nem velem kell példálozni, hanem éppen a szolgálatoknak a tevékenységével, ha hagynák, sőt akarják, hogy ez működjön, akkor ez lenne a normális folyamat. Itt azt hiszem, hogy az a alapvető bukvencis kérdés, hogy én olyan dolgokat fogalmazok meg a teljesen kitágult tudatommal, ami nem az én személyemhez kötött, hanem a társadalmi folyamatoknak a pszichoszociális jellegét jelenti, és az üzenet, ami kiment, az nyilván nem ahhoz a 100 emberhez ment ki, aki ott van, 60 év átlag életkorban, hanem azokhoz a szolgálati közegekhez, akik lehetőségük lenne beavatkozni ezekben a folyamatokban. Hogy itt tényleg a társadalom épüljön. Nem az én szervezetem, a társadalom épüljön. Mint hogy a karacsámásról beszélt volna, a tömegbázisról, hogy esetleg ez a tömegbázis. Többen tudjunk megjelenni. Igen, többen tudjunk meg, de hogy segítsünk önöknek. Jelentkezzen minden több ember, aki képes ott helyben összetartó erőt képviselni. Nem ezt mondta el, mint amit most nekem, hanem kapcsán, egyfajta tömegbázis kiépítéséről, hálózatépítéséről volt szó, amelyben ön csatlakozott az erő elmondásához. Hát erről beszéltem. Hát ez a tömegbázis vagy hálózat, ez egyébként nélkülem a mai napig próbálna kiépülni. Nem mint hogyha ezt bűncselekményre kérni vagy fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy vegyétek már a saját kezetekbe a saját sorsotokat, mondjuk Debrecenbe, ne nekem kelljen egy följelentést megírni mondjuk a polgármester ellen, vagy valaki ellen. Ez egyszer is szóba került, illetve hát én azt mondtam, hogy nem is tudott erről a csoportvezetőkről később, ami érdem volt, meg hogy ez az ön figyelmét elkerülte, riasztókat ellenőrzött, ami egyébként itt Kalocsán igaz is, de pont akkor, amikor nyilatkozik, akkor nem riasztókat ellenőrzött, mert bent van, és jelen van ekkora beszélgetésnél. Milyen az ellentmondásnak az oka, hogy ön ebből megpróbált kiáltálni a tárgyalást? Nem átláltam ki. Ez nekem nincs is a tudatteremben, ami ott el. Azért hatott ez annyira úgy rám, mint hogy most is, ha azt mondja, hogy én akartam szervezetet építeni, ez az én tudatteremben nem fél. Az én tudatteremben azért nem is maradt meg bennem se a sejt, se a mag, se a pitvar, meg ilyen fogalom, mert ez nekem abszolút idegen. Ha ott voltam benne, akkor se nem erre koncentráltam, nem én terveztem ezt a dolgot, és azt ugye a lányok, ezt korábban elmondtam, hogy a lányok, hogy mit írtak, vagy mit szedtek össze, az az ő dolguk. Köszönöm. A másik kérdésem, hogy alapvetően megint csak összességében és benyomást állítok szembe, vagy kérdem, kérem, hogy reagáljon rá. De mégiscsak úgy tűnt nekem ez a kalocsai videó, hogy a hatóságokra akarnak valamiféle nyomást gyakorolni, hogy ők máshogyan viselkedjenek, máshogyan döntsenek. Tehát értettünk, vagy nem értünk együtt? Hát hogy a viharban nem? Hát most nem a hatóság, bocsánat, az a számomra a hatóság, én nem fogok a bíróságra nyomást gyakorolni. Önre, mint ember, hát önre, igen, aztán ön kimegy és a bírótársaival, aki nincs itt, meg tudja beszélni, hogy milyen mérséket mondott a postaidre. Tehát nyomást akartak gyakorolni. Igen. Na de ennek a módszereként ugye csak az hangzik el, hogy hát oda megyünk a házhoz, hogy most még én nem így fogalmaztam volna, meg ez egy nagyon puha verzió, ahol azért elpattanhat a húr, meg az erőszakra lassan készen. Ez a nyomásgyakorlásnak az a módszere, amit úgy hívunk, hogy fenyegetés.
Ez csak ön hívja úgy. Én ezt úgy mondom, én sose fenyegettem senkit. Volt egy pár ilyen ügyem, amiben fenyegetéssel meg nem tudom ilyenekkel kínáltak meg. Én nem fenyegetek, én fölhívom a figyelmet, maximum figyelmeztetek arra, hogyha tovább így megy a dolog, például a rendőrség tovább csinálja a fenyegetés. A fenyegetésnek van egy félelem, a félelem önben van, nyilván az elkövetett dolgai miatt, hogy egyszer majd valaki számon fogja kérni, és ez elég nyomasztó érzés lehet ma egy hatósági személynek, olyan személyeknek, akik most hatósági eljárás alá vannak vonva, és olyanoknak, akik még nincsenek, de bármikor lehetnének, mert hogy az elkövetett cselekedetei, az ezt indokolja. Itt ugye már ebben az eljárásban elhangzott például egy kvázi aláírás, így egy kvázi dokumentum hamisítás. Ez az öntől való idézet, és nem hiszem, hogy kiragadott lenne a szövegkörnyezetből. Az a célom, hogy rettegjenek. Ez mi más, hogyha nem félelemkeltési célzat az ön részéről, miért mondott ilyeneket, mit gondolt, hogyan hat azokra a személyekre, akik esetlegesen megnézik, és kifejezetten a hatóság érintett tagjait. Nem fenyegetéssel kívánta az ő eljárásokat befolyásolni. Mondok egy másik, egyszerű példát. Talán, hogyha pénzzel befolyásol valaki egy hatósági eljárás, az akkor nem lehet kérdéses, hogy az a hatóság, aki elfogadja a pénzt, azt úgy hívjuk, hogy korrupt. Aki megadja, az meg a vesztegető. És ez erkölcstelen és rossz. Na de a lényeg ugyanaz, valahogy megpróbáljuk kibillenteni a hatósági eljárást a maga medréből, hogy ne a tiszta döntés szülessen meg, hanem a befolyásol döntés. Nem ez volt a cél? Nem megengedett módszerekkel befolyásolni a hatósági eljárást? Azt, hogy mi engedett, hogy nem tudok eljönteni már semmit, tele van a város plakátóval, arcok, nevek, hogy megadnék őket kilóra. Büntető feljelentést nem tudom, hogy mente, vagy kitette a büntető feljelentést. Illúzió ne legyen én, mint hatóság, tehát az, hogy... Mire gondolt, akkor a tudati tényeket tisztázom, akkor ő mire gondolt, hogy ha ugyan nem jelent meg a hatóságnak egyetlen tagja sem ott, de ha mondjuk úgy tévesszük, hogy jelen van virtuálisan, vagy ott lett volna ténylegesen, benne ez milyen érzést kell, és nem az volt-e esetlegesen a célja ezzel, mert így imponál, hogy őt benne félelmet keltsen, tehát rettegjen, és az ön illetve az önök kénye kedve szerint döntse el a hatósági eljárást. Hát, hogy a hatóság, hogy lehet befolyásolni, azt én igazán nem tudom, sok éven volt rá, vagy sok feljelentésen. Ennél furcsább kifejezéseket használtam azokban a feljelentésekben, amelyet mindig megkapott a titkosszolgálat. Itt is ugye felolvasásra került, hogy a titkosszolgálatnak küldök. Én nem tudom, hogy komolyan lehet-e venni bármit, hogyha én egy sok milliárdos költségvetéssel, rengeteg fegyverrel, jogi eszközökkel ellátott úgynevezett hatóságot képviselő olyan nem embereknek, mert ugye virtuális térről beszélünk, küldök kvázi figyelmeztetés, figyelemfelkeltés, hogy figyeljetek már oda jobban, mert amit egyébként ők csinálnak, amivel most velük, hogy fenyeget, hát itt vagyunk, nézhet fenyegetve. Nem csak ebben az eljárásban, az elmúlt sok-sok év alatt kaptunk direktbe fenyegetést. Minden egyes hatósági felszólítás, levél, nyílt fenyegetése annak a állampolgárnak, annak az embernek, annak a személynek, most nevezzük akárhogyan, akit elvileg ez a hatóság képvisel, akit elvileg ez demokratikus, meg alkotmányos, vagy alaptörvényes, vagy törvénytelen rendben képvisel. Ez egy üzenet. Elmondtam, hogy ezt is elmondtam, nem célunk a fenyegetés, ott elhangzik a vét, nem fenyegetünk. Hogy a leveleket, amik megvannak írva, hogy nehogy úgy vegye bárki is, hogy fenyegetni akarunk. Ott van, konkrétan kicsi számmal elmondtam, ezt önbejátszottak. Ezt mondja, de utána pedig mond olyan dolgokat, amik félelemkeltőek. Hát a félelem, azt is elmondtam, hogy én nem félelemkeltést akarok ezzel elérni, de aki félni fog, nem tud egész lenni, ezt is azt hiszem, betette ezt a kivágás, aki magától félel, mert ugye a félelem az egy struktúra, pszichológiai struktúra. Egy pszichológus azon kiparkodik, hogy ezt a félelmet számolja föl. Úgy működik a történet, hogy valakinek van vagy félnivalója, vagy nincsen, de a félelem az táplálja majd utána a dühöt, a haragot, vagy dühel haraggal táplálják, abból lesz majd a rettegés, és abból lesz majd utána igazából a gyűlölet. Tehát a félelemben lévő ember elkezd gyűlölni, ezt megtapasztalták Ágyék, és olyan mondva csinált bizonyítékok alapján lett emberellenes cselekedet elkövetni konkrétan ellenük, amit ezek a félelemben élő személyek alkalmaztak ellenük. Megadta a választ akkor a kérdés.
de mégiscsak én úgy veszem ki, hogy most még békés harcon, valóban mondja ezeket a dolgokat, békésen, csak figyelmeztető. De még békés a harc, de van egy másik, a vége van egy másik terv is, amit most nem mondok el, és van egy nem puha verzió, és van ez a fajta lassan mi is készen vagyunk az erőszakról. Ezt gondolom úgy, hogy ez egyfajta fenyegetés lenne, akkor, ha jól veszem köszönöm, hogy ezt is száfolja meg, mert én közben vizsgálom, hogy mit mond, hogy adott esetben ezt úgy gondolták, hogy a hatóságok által fenyegetésnek érzett fellépésre adott viszont választ egy megfelelő formában. Fenyegetéssel válaszolom, kicsit hajaz valami. Konkrétan én kihangsúlyoztam, hogy nem fenyegetés. Az, hogy ki mit vesz fenyegetésnek, ez ugye 2019-es dolog. Én ugye benne vagyok a tudati teremben, ugye benne van a hadászat, harcászat, ekkor már túl vagyunk a majdani történeten, túl vagyunk a Donbasszi történeten. Konkrétan Donbasszban, illetve a majdan után a rendőrök térben állva kértek bocsánatot az ottani népektől, mint példa, és van erre ráutaló magatartás, hogy azok a hatóságok, akik elkövettek mondjuk kirakoltatást, ezt aztán, és ezekben részt vettek, vagy bocsánatot kell, hogy kérjenek azoktól, akiket megfélemlítettek, megfenyegettek, egyebek. És nem az hírt, nem azok lesznek ott számunk kérni, Bözsi néni, Józsi bácsi, István, Ági, Laci vagy Emő számunk kérni, hanem a hatóságok saját magukon belül kell, hogy ezt lerendezzék. Tehát a megtisztulási folyamat, a félelem, én nem dolgoztam a cégnél, ezek egymástól rettegtek. Mert attól rettegtek, hogy ez kiderül, hogy ők egymástól rettegnek. Köszönöm. Önnek volt-e valami problémája azzal, hogy anyag fényeznek Magyarországon? Nyilvánvaló lehetett volna, mert úgy olvastam a Mandiner cikkbe, hogy Postaim és felesége nem anyakönyvesztették a gyereküket. Erre a 19 éves fiam, csak mondom a média szerepét, 19 éves fiam rám kérdezett, hogy apa, most akkor én nem vagyok anyakönyvesztetett, ugyanis otthon született. Mi a baj az anyakönyvezéssel akkor én? Nekem az ég adta a világon semmi bajon nincsen az anyakönyvezéssel. Az anya utáni könyvről van szó, valahol be kellene regisztrálni a gyereket, hogy egyáltalán létezik. Az egy másik kérdés. Én azt a fajta ideológiát, meglátást, hogy az ezen keresztül Magyarországon bármiféle emberi közösség tulajdonjogot szerez egy másik emberrel. Hát ez meg úgy néz ki, hogy ténykérdés, de ezt én nem tudom. Nem hiszek benne, ezért mondtam, hogy az egész történet ugye arról szól, hogy folyamatosan teszteljük a valóságot. Tehát mi a valóság? Folyamatosan teszteljük. És a jelen álláspont szerint éppen úgy zajlik itt minden, úgy zajlik, mintha ez egy cégformában lévő, nem tudom micsoda, cégek közötti machináció történik, amit néha itt a politikusnak beállított valakik úgy adnak elő, hogy jön a háttérhatalom, jön Brüsszel, jön ez, és nekünk meg kell vívni a nagy meccseket vele. Nem az én hitemről van szó, én nem hiszek. Elmondtam, talán több videóban is elmondtam, hogy ha Ágiékkal előtt találkozunk, én biztos, hogy lebeszélem őket arról, hogy ne menjenek ebbe a történetbe így, se UCC-vel, tehát ne kockáztassák. Itt volt kapcs. Órák hosszabb beszélgetett. Megtörtént volna. Akkor megtörtént. Ott ez a sok ember mondhatta volna, hogy ez az anyakönyvvezetés ért való forradalom meg harc, hát lehet, hogy nem lehetett volna esetleg csúnya szót, aztán lehet, hogy baromság. De nem erről szólt a szó. Akkor már elvitték az Ágyékat, akkor már megtörtént az atrocitás, akkor már ugye tisztában voltunk vele, hogy a jegyzőnek hivatalból anyakönyvezni kellett volna, illetve anyaközvetítette volna a gyermeküket. Hivatalból. Még ők se kellettek volna hozzá. Tehát nem kellettek volna hozzá. Én nem is, nem akartam ezt, hogy úgy mondjam, annyira kiélezni, meg lettek hívva a hatóságok, akik elmondhatták volna, hogy figyelj, kedves Ágita, Imre, hülyék vagytok, csináljátok ezt, és akkor nagyon jó van. Oda jöhetett volna a rendőrök, akik ott cirkuláltak. Vakmerő lett volna, de nem arról híresek a hivatalban élni. Én itt vakmerő mindenki, amíg a politikot át kell venni. Az nem biztos, hogy ezt pénzért csinálja a hivatás fizetésére. Tehát itt már kezdne sértődni, várni a bíróság. Én katona voltam, pénzért voltam katona. Tehát én katona voltam. Most sem szolgálja a megrendelőire.
amikor ásként dolgozik kézművesként. Nem vagyok szolgálja. Én sem vagyok szolgálja. Ja, hogy ez azt jelenti, hogy az igazságnak is választani, sajnos az eddig igazságnak is. Nem sértegett, de hogy is Isten megy. Az eddigi tapasztalataim, a tapasztalataink nem támasztják alá, hogy ez eddig így volt. Bár adná az Isten, adná a jó Isten, hogy innentől kezdve legyen így. Én ezt szeretném, ez a vágyám. Még egyszer. Ha nem teljesen osztotta az anyakönyvvezetéssel, vagy anyakönyvvezetéssel kapcsolatos bolvári házaspár féle álláspontot, miért nem beszélte ról őket, akkor, amikor itt még nincs gyermekrablás, itt nem ezt a kifejezést használjuk, ez lesz a vége, hanem látja jól, hogy ez eljuthat oda, hogy kiemelik a családból. Most hadd beszéljék egy kicsit én. Azt is tudom önről, hogy ön részese volt akkor a hatósági eljárásnak. Netán tud arról, hogy van olyan, hogy törvényesen alkalmazott erő, netán a köztársasági őrezredben esetleg ez fontos is lehet. Tehát, hogyha valaki ellentmond a törvénynek, ellentmond a hatósági eljárásnak, hogyha annak van egy célja, akkor az kikényszeríthető. Pont ebben rejlik a hatalom lényege, a ráruházott hatalom lényege, hogy az nem az elvárásokra mindenben és mindenkinek a sokszínű elvárásának kell megegyeznie, hanem adott esetben a hatalom és a hatalmi jogosítványok kikényszeríthetők, és ez törvényes erőhöz vezethet. Ugye, ha nem jelennek meg, ne legyen kétségük, akkor fenyegetem őket, tehát adott esetben letartóztathatom magukat, elővezethetem magukat, és egy csomó eszközöm van, hatalmam van azért, hogy a munkámat el tudjam végezni akkor is, hogyha ez valakinek kifejezetten nem tetszik, és nem akar benne részt venni. Ez nem egy választás kérdése, hanem a hatalom kérdése. Látta akkor ott, hogy ez odáig el fog vezetni. Ennek az anyának és ennek az apának én emberileg úgy érzem, hogy nem egyszerni kellett volna őket, hanem megmondani, hogy baj lehet belőle, és így ezt ne csinálják, mert magukra hozzák a bajt, és végül is annak a gyereknek ártanak ezzel, hogy tényleg kiemelik azt a gyereket a családból. És ez miattuk lesz így. Ezt miért nem lehetett megjelenni, ha józanul látta a dolgokat? Mert józanul látta, ez kiderült ebből a mondatából, hogy fél, hogy kiemelik a családból. Jeleztem. A vége az, hogy van itt egy hatósághalmaz, aki milliárdokért, csilliárdokért lát el bizonyos funkciókat, utána már pszichológiai szakértők, jogászok, mindenki belép a dologba. Van itt egy Posta Imre és egy nevezük baráti körének, aki, hogy úgy mondjam, támogatóként oda megy mediálni, elmond olyan dolgokat, amivel most ugye vitatkozunk, hogy oké vagy nem oké, de jogászok vitatok, miért nem volt ott egy jogász? Miért nem írt utána, nem kellett volna eljönni? Ott volt a e-mail cím. Figyelj Imre, ez van, az van, nem az van. Tudod, rajtad van a titkosszolgált, ez ugye, én tudtam, hogy rajtam van a titkosszolgált. Tudod, hogy ha balhét akarnak, akkor bántani fogják majd a gyerekeket. Mert tudják, hogy ugrasz, mert ilyen ember vagy, hát ilyen lelkeden visel el a magyarság sorsát. Nem tudta azt, hogy csak végzik a dolgokat, akkor is erőszakot fognak alkalmazni. Nem, nem tudhat. Kikényszerítik. Nem tudhattam, már csak az, hogy én nem. Elfogják őket. Nem, ott. Látok vagyok, de azt is láttam, hogy úgyis addig húzzák ezt a dolgot, úgyis addig húzzák, ameddig húzhatják. És miután megszületett a hatóságinak mondott eljárásban a határozat, ez van ugye az érdi találkozó előtt, és kvázi elmentek kiemelni a gyereket, amiről ugye ment a vita, hogy most ugye majd videó felvétel talán lesz róla, hogy nem úgy történt, ami történt, etc. hazudik mindenki, nem hazudik. Bocsánat, nem biztos, hogy a tényeknek megfelelőt állít. És utána eltelik 2 hónap, amikor nem történik semmi. Tehát 2 hónap. Én majdnem azt hittem, hogy oké, leülhetnék. Nem hittem, azt gondolom, mert ugye folyamatosan az érdeklődését fönntartottam a hatóságnak. Abban a tudatban is, és ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy amit 2006 óta az őrezettől való eltávolítása, meg Inkal Security, meg izraeli titkosszolgálat, meg zsidó betelepítése, meg elhangzott, meg Judapest, meg hogy ha én eltűnök a köztudatból, ha nincs blogom, amit támogtak folyamatosan, ha nem nyálatnak le, ha nem uszítanak rám mondjuk fizetett kurvát, vagy valami, minden megtörtént, elszívják a levegőt, leválasztják a többieket, bizalmatlanságot, ezt ugye leválasztják.
egyedül maradok, családomat, engem, de inkább így a családomon keresztül nem csak zsaroltó leszek, hanem meg is ölhetnek. Ez közszájon forgó tény volt, hogy Posta Imre azért ügynök, mert még él. Ez az indoklás. Nyilvánvaló, hogy én sokkal többet tudok, meg képzelek arról, hogy mi zajlik a háttérben, mint ami valójában tudhatnék, meg szerethetnék. De úgy néz ki, hogy elég jól le tudom ezt a dolgot képzelni. Most jelen helyzetben ott tartunk, hogy a mi, amit képviseltünk, az olyan, mint az önök dolgát végeztük volna. Önöknek lett volna kötelesség akkor föltenni a kezüket, azt mondani, hogy figyeljetek, az, amit csináltok, nonsense, hülyeség, ez lesz a következménye, adok nektek jogi segítséget, én mediálok, oda megyek és közvetítek majd a polgármesterrel. Mert ezt csináltam. Én ezt csináltam, hogy valahogy rávett ezt a két fiatalt, hogy működjenek valami együtt, hogy visszakapják. Hát ez az volt. Akkor is volt, az volt csinál, igen. Miért nem ezt csináltam, gyerekek? Ez most nem az a szó, mi a működjünk együtt, és anyakon ez. Hát most tényleg ugyanabban a műsorban veszünk, ugyanazt a videót láttuk. Hát a meghívóban nem az volt, hogy működjünk együtt, hogy nem, félelemkeltés volt? Tehát, hogy annyira beszart a hatóság, hogy rögtön küldte rám a teket, hogy én fenyegettem őket, mert annyira megijedtek volna. Hiszen használt ezt a kifejezést, igen, hogy beszart a hatóság, hogy már mások olyan kizárt, hogy van, hát, van használt a félelemkeltés. Nem a félelemkeltés, hát én használom a provokációt. Ahogy ön használja a provokációt, én nem úgy instant a pszichológiát. Tehát vannak eszközeim, hogy kiprovokáljon a másikról azt, amit ő momentán a logikai korlátok között, illetve a viselkedési szabályokat túlmutatva a valódi lényét megmutatja. Működik. Megjelentem a provokatív kérdéseimet, amikor az volt a cél, hogy elmutasszam a farmát. Én ezt értem és értékem. Én ugyanezt csinálom évek óta ezzel a pszichológiai operációval élek. Nem mondom, hogy nem provokálom. Előjelent egy kérdés, amikor a legelején a szikrával, mert hogy szimbólumokban játszik, és mondott egy csomó esetet meg, hogy félreértheti az ügyés, az ügyészség újra mutatott akkor, hogy a szikra jelentése. Én magam ugye, amikor készültem, ugye ez a nyári szünetben volt, amikor én ezeket végignéztem, és akkor azt írtam, hogy kérdezzek rá, szikra nyílt bolvári eset, nem a maga bolvári eset, a szikra, amely van egy lángoló, lázongó érzése, jelenséges érzés, és a szikra, amely kiváltja a tüzet, amely utána majd tombolni kezd, az a skandallum, ami történik a bolvári házaspárban. Nem ezért szikra a neve, és nem ezért lett ennek a videóanyagnak szikra a neve? Ne, hát akkor alakultuk, ott, hogy amikor mentünk a nem tudom milyen hegy van, a Miskolc mellett, és megtaláltuk azt a kohót, azt a nagyon régóta nem működő ősi kohót. Van egy kohó, nem egy kohó is a szerveződés, ahol a szikra távírónak való tisztelet végetlenül elfásolódott. Véletlenül valahol a szikrába találkoztunk, ott a helység neve is szikra volt. Tehát nem tudtam mellé nézni, hogy az akasa, hogy miért pont a Szent Imre utcában a szikra című TS, vagy mi volt az korábban, ilyen gazdasági, nem tudom mi, keveredett bennünket. Hogy ezzel a szikrával a központi agy, a mindenlátó szem mit akart elérni? Nyilvánvalóan utána született ide, amikor próbáltuk megérteni, hogy miért nevezik mondjuk az ácskola elve egy gyereket, ugye kis Jézusnak, hogy ő is így járt annak idején. Nagyon sok kvázi bibliai utalás. Semmi köze nincs ehhez a gondolathoz, a névadásnak. Ha az a kérdés, hogy én akartam-e szikrát gyújtani azért, hogy itt a lázongás, meg forradalmi tevékenység, ez nonsense. Igen, ez a kérdés. Hogy azért született ez a elnevezés, hogy ezt így értse, aki látja ezt az egyet. Egyértelműen nem. Én nem befolyásoltam még a tűzrobogás, mert ugye recseg ropog a tűz. A tűz az egy szimbólum, ugye a négy alapelemből. Abból volt egy robog. Én örömmel vettem, hogy keveredett ez hozzá, nem én irányítottam a folyamatokat. A Karocsai találkozót sem én irányítottam, nem tudtam, hogy a Farkas Csaba János konkrétan mivel fog előhozakodni, hogy mit mond majd az UCC-vel, vagy nem UCC-vel. Én azt is kifejtettem, hogy az UCC-t az én meglátásom szerint saját maguknak hozták létre azok, akik azóta is azzal operálnak, nem a kis embereknek, nem nektek, nem nektek. Értem, már Karocsán nem tartott ezt jó irányt. Műszisz is irányítani. Én sose tartottam jól irányítani. Jó. Mert elejétől fogva azt mondtam, hogy ezt nem nekünk hozták létre. Ez az ő játszóterük, saját maguknak. Mi lett volna
hatósági magatartás. A megfelelő, vagy a megfelelő hatóság, ezt nem tudom, ha egy ember... De maga könyvezik ezt a reggelt? Bocsánat, hogy kérlek a polgárházastát, és többet nem zavarják, és hagyják állampolgárság nélkül tulajdonni ezt ugye? Nem, hát a teljesen egyértelmű volt, miután sokat beszélgettünk róla, hogy a törvényi tényárás, meg egyebekről, ugye kezdtük túrni a BTK-t, mert hogy hivatalos jogász nem állt oda senki, hogy azt mondja, hogy nagyon hülyék vagytok, én elmondom, mert családjukban én vagyok a profi, valahol elkezdtük túrni, és ugye kiderült, hogy a jegyzőnek joga és kötelessége anyakönyvesztetni az állítól nem ismert szülőktől számára, de hát itt ugye föl sem merül, hogy nem voltak ismerősek a szülők, mert nagymama, nagypapa, mindenki tudott mindenkiről innen, hogy hivatalból kellett volna anyakönyvezni. Az, hogy én mondtam nektek, meg ugye a párom is elmondta, hogy ha velünk találkoztak, eszetekben nem ütött UCC-vel, mert hogy ilyen a hatóságoknak ez lesz majd a reakciója. Tehát nem létező ügyről beszélünk, ha már az előzményeket veszünk. Amiben mi már beleléptünk, az egy folyamat. Akkor már megtörtént az előszak az Istvánon, megtörtént az előszak az Ági. Egy olyan folyamatról beszélünk, ami nem bocsánatos bűn, csak olyan egyszerűen, hogy azt mondja a rendőr, ja, bocs, megbűncseltelek, ugyan jogtalan volt, nem baj, majd megszokod a börtön, de ott is jogtalan bűncseltelek, nem kérlek nagyon számon, nem kell elszámolni a kutyának sem. Miért volt jogtalan? Micsoda? A rendőri intézkedés? A rendőri intézkedéssel szemben ellenállást így tűnik le. Igen, mert hogy azt mondja, hogy a rendőri intézkedés elleni ellenállás. Amikor egy példát mondok, mert túl sokat nem intézkedtek ellenem, de amikor a tech lerohant, és rám rántotta a fegyvert, és elkezdtek ott óvégatni, nagyon tanúságos a dolog, mert hogy kocsi kamerában. Elkezdtek óvégatni, hogy mit tegyen fel a kezem, de közben rángották az ajtót, egy öreg Citroën szarapikaszonval. Ez arról híres, már jó öreg franciák, vagy kínaiak, nem tudom, beleépítették a zárat. Tehát elindulok, átlépem az 5-8 km-t, oda automatikusan zárulik az összes ajtót. Ezt tekisek nem tudom, hogy tudják-e. De föltett kézzel nem tudom kinyitni a központi zárat, mert le van zárva az ajtó. Rángathatja, de már fontos lesz a dolog, rángathatja, nem tudom neki kinyitni, ha föl van kinyitva a kezem. Szólt a rádió, OB-gat, kik vagytok, mert nem is azonosították magukat. Az, hogy kiugrál néhány majom a valamilyen autóból, valamilyen egyenruhába, mindenki egyenruhába mászkál. Már hát én honnan tudjam, hogy ők hatóság. Honnan? Nem tudom. Fegyvert látnak rám, néztem ki, megöljetek le, hát miért? A lényeg az, hogy a végén leírta a hatóság, mert én ugye engedelmeskedtem, mondtam, hogy figyelj, kinyitom az ajtót, ne rángasd, ne tépd le a kilincset, kinyitom, kiszállok magamtól, és büszkén egy ember vette per. Ha ellenállok a hatóságnak, hárman lehetetelnek le, tudom, tapasztalatból. Voltam ilyen képzésen az őrezzednél, nem tudják megoldani, nem álltam ellen. De ez azért fontos, mert a végén ide leírták, hogy nem történt anyagi kár, jegyzőkönyvben róla, te írásra foglaltad, nem itt történt személyi sérülés és anyagi kár. Aztán a pár, amikor a kocsiért elment, végignézte a kamerát, hogy mit vett föl a kamera, ugye amíg jár a motor, addig a kamera működik. És a kamera felvette, hogy az intézkedés előtt nincsen összetörve a szélvédő, az intézkedés után össze van törve a szélvédő. Anyagi kár nem történt, le van írva. Utána leírták azt is, hogy nem álltam ellen, tehát nem, én nem álltam ellen az intézkedésnek. Fontos, mert hatóság írta le, papír van róla. Leírja a jogász, hogy azért történt, hogy nem foglalkozunk a 70 ezer forintos szilvédő cserével, mert anyagi kárt egyértelműen ők okozták, a pisztoly tusával oda koppantott a szilvédőre, szétrepett az egész, mert Posta Imre ellenáll a hatósági eljárásnak. Tehát van egy papírom, ami hatósági eljárás előtt született, nem álltam ellen, amikor kiderült, hogy 70 ezer forintos kárt okoztak, leírta a TEC, hogy ja, bocs, azért, mert a Posta Imre ellenállt a hatósági eljárásnak. Tehát az, amit most ön mond, hogy nézőpont kérdése, hogy ki áll ellen minek, és mi számít annak, az csak egy idézőjelben egy hatósági papír, vagy a rendőrség ír egy papírt, vagy az ügyészség ír egy papírt, utólag, átdátumozva, lebecsételve, ezt még pontosan jól tudjuk, napi újságcikkek vannak róla, hogy hogyan manipulálnak ilyen esetben. Hogyan kellett volna ezt akkor a képzés alapján önnek végrehajtani, ön a hatósági személy, aki Bolvár Istvánnal szemben akkor intézkedik, és eléri azt, hogy először én nem lennék hatósági személy jelen világban, tehát mindenem az utolsó forcikám is orszkodik tőle, de ha mégis teoretikusan elképzeljük, akkor amikor Ágyék itt elmondták nagyon sokszor, hogy bejöhet bárki,
bejöhet a mami, papi, rendőr, bár megnézheti, hogy jól van a gyerek, le is ültet, meg is kávéztatunk, elbeszélgetünk veletek, hogy mi van, hogy rászántam volna, mint ember, hogy jó, figyelj, orvos vagyok, bemegyek, mert az orvosi esküm kötelez, amit ön most azt mondja, hogy igen, a fizetését onnan kapja, na de a lelkiismerete alapján cselekszik. Ha én engem az őrezlednél valaki azt mondja, hogy jó, de te az őrezett pszichológusa vagy elfogult. Nem lehetek, mert az én esküm nem az őrezlethez költ, amit holnap föl fognak számolni, de a lelkiismeretem nem számolódik föl, hanem az hozzám van kötve, és én jegyzőként, barátként, a falu tagjaként bemegyek, és meggyőződöm róla, hogy mi van, és Ágyika, meséld már, mi ez a hülyeség, hogy te honnan olvastad ezt meg, hogy mit akarsz te ezzel? De nyilván ez a visszavegyük a történelemben. Én ebben... A szeptember 20-ai intézkedéshez kapcsolatos videóanyagot? Hogy? Szeptember 20-ai intézkedéssel kapcsolatos videóanyagot, amely rögzíti, hogy hogyan lépett föl a rendőrség, vagy esetlegesen a családsegítő szolgálat, más személy, polgári házas. Van ilyen anyag? Én nem láttam, de ha van ilyen anyag, akkor jó lenne, hogy... Hát volt annak idején, a házaspár nem osztotta meg önnel ezt. A videó, arról... Nem, mert akkor meg tudott volna győződni róla, hogy esetleg az a fajta magatartás hiányolta fel ezt a fajta fellépést, amit most ön követte. Én az, hogy a rendőri túlkapás, vagy így szokták mondani, hogy rendőrségi túlkapás, én nem is tudom föltételezni, hogy a rendőrség professzionálisan tud fölépni. Tavaly januárban volt egy eset, amikor egy rendőr lepetel le is halt. Velünk kapcsolatban ugye most már két halál eset van, amióta zajlik ez az eljárás. Az egyiket az ügyészség kapcsolta is hozzá, Juhász László, az Esztergomi úgynevezett robbantó esete, amikor már nem tudtak mit kitalálni, és szerintem a titkosszolgálat rárobbantott a Lacira a saját házát, utána pedig úgy adták elő, hogy ő flexelt darabolja szét, ugye följelentés meg anyagokat ezzel kapcsolatban én megküldtem rögtön önnek is, meg a technet is, meg a szervezetednek. Hogy ez nem úgy történt, ahogy nem is történhetett úgy, és a Juhász Laci minden egyes alkalommal együtt akart működni a hatóságokkal, és a hatóságok hazudnak. A hatóságok hazudnak. Ez a benyomása annak az embernek, aki ma Magyarországon él. Ez az ő olvasatában ennek a tragédiának a története megérthető. De ez csak egy a sok közül. Az, hogy a Bobit Norbert... Ennek nincsen szerepe. Kukit Norbert, hogy nekem meghagyjuk meg az emlékét. Jó? Nekünk is meg lehet hagyni, mert még húzódik az ügy, lehet, hogy nem ő az utolsó. Tehát, és így múlunk el, mint a nemzeti csőségek. Hogy nem biztos, hogy a Kukit Norbertet, ha már egyébként ebben az országban mindent meg lehet tenni, és mindenkit el lehet tüntetni, akkor nem a Kukit Norbertet, meg a szomszédaival kezdik, hanem önnel. És ezért badalság ez a feltételezés, bárki meghallgatja az országban, az önmagadban. Ez egyfajta egoista szemléletet tükröz az én látásomban. Meggondolkodott róla, hogy ez állítani is egy kicsit... Egy kicsit nagyon... Mert a Kukit Norbert emléke véget, azért most ezt hadd kérjem ki már ő helyett. Hát én kikérhetném a Kukit Norbert emléke véget, de megköszönöm, hogyha ezt ön is megteszi. Ez nyilván egyfajta empátiát. Én megköszöntem az empátiát is, hogy a Norbertot nem... Nem sikerült a Norbertot addig bezárni. Láttam azt is, hogy ön látja, hogy a Norbert milyen lelki tusán, milyen betegségeket kezdeni. De ő már, ő is meghal. Köszönöm szépen, foglalja a helyet. Tehát pusztán a Kalocsai videóval kapcsolatosan, és az ezzel kapcsolatos kérdéseimmel kapcsolatosan tömeg, ha nincs más észrevétel, tehát, hogy tömegbázis szervezése, hogy nyomást akartak gyakorolni a hatóság tagjaira, viszont úgy, hogyha nem úgy gondolják ők sem a további eljárásra, hogy ők gondolják, akkor annak erőszak is lehet a vége, hogy ezt közvetíti ezt az eset, a szikra elnevezést, hogy ez esetleg lánygyújtó, a hatóságok elleni fellépést gyújtó, lázadásnak a szikrája lehet. Ezekkel kapcsolatban kérem, reagáljanak, ha akár nem is teszem fel külön a kérdést, ezek lennének önöknek is összefoglalva a kérdéseink, de természetesen elsőlegesen a saját észrevételeiket hallgatom másokat. A kedden elhangzott vádirat rész ismertetésben, ami engem megtalált rész, ugye az, hogy én és Emő tudtunk arról, hogy jogos volt a hivatalos irat, és hogy jogszerű volt ott minden.
kapcsolatban szeretném ugye azt mondani, hogy ugye volt egyik részről ez a hivatalos irat, másik részről viszont több ügyvéd, jogász, jogvédő hivatalosan vagy nem hivatalosan is reagálta ennek az ellenkezőjét, tehát nekünk ott volt alapva ez a másik dolog is. Nyomozati anyagban ugye benne van Molnár F. Árpádnak a feljelentése, amit megtett január 22-én. Ő a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesületnek az elnöke. 2019-ig. Hát ő taglalja ugye ezt a kalocsai felvételt is és az eljárást, és nem szeretném felolvasni. Annyit szeretném csak a bevezetőből. Tehát büntető feljelentést teszek, ismeretlen tettes, tettesek ellen, a büntető törvénykönyv 306 paragrafus alapján közfeladati helyzettel visszaélve és büntette, a BTK 165 paragrafus zárója 3 szerint minősülő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés büntette. A BTK 342-es paragrafusában foglalt közökvédett hamisítás miatt, és akkor erre van egy indoklás. Hát ezt is szerettem volna jelezni, tehát a másik oldalról is voltak feljelentések, amit tőlünk független. Ez a szervezkedés egy bázisépítésről, tehát én úgy gondolom, hogy az emberek egyre többen látják azt, hogy mind a gazdasági berendezkedés, mind a társadalom, mind a politikai berendezkedés az, ami van most fenntarthatatlan, és egy összeomlás felé megy. Tehát ez az önszervezés pedig pont arról szól, hogy ha ez már összeomlott és nem lesz, akkor már elkezdeni szervezkedni, hogy mit lehetne csinálni, hanem már arra fölkészülni arra a helyzetre, hogyha ez már esetleg nem lenne. Tehát nem egy állam ellenes szervezkedésről van itt szó, hanem pont arról, hogyha ezt a berendezkedést már nem lehet föntartani. Illetve erről a rettegjenekről, ami gondolatom még így van, hogy ugye ön is említette, hogy a helyes növelnek a befolyásolása. Most, ami ezt azért is olvastam föl, amennyiben nem helyes modellről van szó, akkor ugye életünk az elrettentés fogalmával, amivel a hivatalok is operálnak, ugye, hogy a helyes modellbe terelik vissza, ugye, aki bűnt szeretne elkövetni, elrettentik attól, hogy ezt az utat folytassa, és a helyes modellbe térjen vissza. Tehát ez egy visszatartó erőként lehetne ezzel élni. Igen, és még a hatóságtól, hogy egy felvázott hatalom, ami miért ezt megteheti. Én se tehetem meg a magánembert, én is bekávéztatok, de adott esetben magánemberként nem vezetem meg senkit, meg nem ítélhetek meg másokat magánemberként. Én még hivatalos személyként sem ítélhetek meg erkölcsileg valakit, hanem csak másról. Másról szól ez az ítélkezés is. Mert miért érezték azt, hogy ugyanez a hatalom önöknek is van a kezésükre áll, ugyan önök is fel vannak kellene ezzel a hatalommal, és ezt megtehetik. Hát adott esetben, amit mi törvényes figyelmeztetésként szoktunk megfogalmazni, mondjuk egy elővezetésnél, vagy egy kényszerintézkedésnél, azt önök is megteszik, noha nincs erre törvényes alap. Törvényes alap nincs, de viszont kötelességünk, hogyha a bűncselekményt észlelünk, azt jelenteni. Ezek megtörténtek, ez is azt bizonyítja, hogy tőlünk függetlenül is, tőlünk is megtörténtek. Mi is betartottunk egy fokozatosságot ennek a felépítésével. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm. Harmad rendi bárnak, észlelünk fel egyre ezek a szakmában. Azt tetszett mondani a legnagyobb időkből, hogy kérdezhetek ki is, ugye? Hát, de ki költöm. Költöm. De mert hogy mit tehet az áramnak feltett kérdés kapcsán? Tehát azok a költőkérdéseknek helye volt eddig is, tehát meg kell tenni az üzenet kérdéseket, és az a kijelentő maga. Az a költőkérdés, mit tehet az az ember, aki észleli, hogy a hatalom visszaél a hatalmára? Milyen eszköz van annak az embernek a kezében, aki a törvényeket be akarja tartani, mert a törvények rendben vannak, de a törvények által feljogosított hatósági emberek rendszeresen visszaélnek a hatalmukat.
az arányosság elve. Amikor valaki elkövet valamit, vagy nem a törvény szerint lép, ugye akkor van az arányosság elve. Tehát a büntetés, az az elkövetett bűn arányába kell, hogy kiszabva legyen. Mit tehet az ember, amikor az arányosság elve nagyon nagy mértékben eltolódik? Milyen eszköz van a kezébe? Mire hatalmazza fel a törvény az átlagember arra, hogy éljen a lelkismerete szerint az emberi jogaival? A törvény, és újra és újra és újra csak erre tudok hivatkozni. A törvény, a jog, az egy cipőbe kell, hogy járjon minden egészséges társadalomba az igazsággal, a méltányossággal. Tehát én azt tudom mindig megkérdezni minden hatósági ügyintézőtől, hogy a hatalom az büntetésre vagy az igazságosságra ösztönzi-e azt, aki ebben van, aki felhatalmaz a hatalom. Ha megint a Magyarország alaptörvényét veszük, a nemzeti hitvallás, minden egyes törvény, minden egyes jogszabálynak ez az alapja? Nem a nemzeti hitvallás, nem az alaptörvény. De a nemzeti hitvallás olyan konkrét passzusra az alkotmánynak, az alaptörvénynek, mert értelmezési rendben van. Ennyiben én igazán mondom, hogy a preambulumként van ez a hozzá fűzve ezzel a törvényhez, hogy nem konkrét előírásokat jelentek, hanem egy közös értékényeket próbálja megfogalmazni. Így van. Én is így gondolom, viszont a közös értékünk... De nem kell mindent visszavezetni a nemzeti. De mert a közös értékünk ez lenne. Tehát nekem, Ádikának, Lacinak, Imrének, bárkinek és rajtunk kívül bárkinek, milyen eszköz van a kezünkben, ha azt érzékeljük, hogy a hatalom aránytalanul vagy teljesen visszaélve reagál. Amikor én felteszek egy kérdést egy hatóságnak, akkor miért nem vesz engem annyira ember számba, hogy válaszol? Nem csak Ádikáig, hanem azóta több, ugye párhuzamosan a mi álláspontunk szerint két állam működik jelenleg Magyarország területén. Párhuzamosan, ez nagyon fontos, bíró, hogy ide fog visszacsatolni. Elindítunk egy jogszerű rendszert, amit hivatalosan bizonyítani tudunk jogszabályokkal, amit természetesen a regnáló rendszer negligál, mert más eszköze nincs, negligálja egyszerűen. De amikor mi jogszabállyal alátámasztjuk, és megküldünk egy hivatalos okiratot egy magyarországi államnak, és nem az a reakció, hogy azt írja az édesanyának, mert hogy ő magántanulói jogviszonyba akarja a gyermekét neveltetni, válaszol rá, hogy nem lehet neked, mert ez is ez történik, hanem a tudomására hozatal nélkül ki akarja, illetve kiemeli a családból. Hol van a kommunikáció? Mi az együttműködés? Az együttműködés akkor az, én megmondom, és ha te nem ezt csinálod, akkor elbánok vele, hogy az az együttműködés, egyeztetjük az álláspontunkat, és megkeressük a közös nevezőt. Tehát itt a probléma abban van, amit Ádikáik is tapasztaltak meg én is, hogy az együttműködés fogalma alatt jelenleg a hatóságok nem azt értik, ami a szó valódi tartalma, hanem egy hatalomban való eljárás, megmondom mindig ezt és ezt kell csinálnod, még akkor is, ha ez embertelen. Hol reális az az eljárás, az, hogy az anyakönyvet nem írja alá az édesanyja meg az édesapa, azzal a gyermek egészsége, jóléte, miben van veszélyeztetve. És ha kiemeli a hatóság, a szoptatós csecsemő, aki anyatejen él egészséges, jóléte, szeretetbe, mennyire veszélyezteti a csecsemő egészségét, lelki fejlődését, hogy elszakítják az édesanyjától, nem szokhat, nem lehet szerető körülmény között. Hol van az arányosság? Igen, ezt muszáj volt. És akkor végére igen, még egyetlen egy dolog, ami nem ebben kapcsolatos, hanem a, ugye, hogy fenyegettünk.
amit az előbb költői kérdést feltettem, én az én olvasatomban nagy valószínűséggel biztosan volt, aki fenyegetésnek érte meg ezt. Engem is fenyegettek, mindig elmondtam, ha én tudom, hogy én az én világképemben úgy érzem, hogy helyesen cselekszem, az, amit teszek, az helyén való, igazságos, akkor én nem félek. Nincs bennem félelem, kiállok az igazam mellett. A félelem mindig az emberben van. Én azt gondolom, hogy figyelemfelkeltés volt, mivel nem volt semmi más eszköz a kezünkben, ez egy figyelemfelkeltés, és igen, sokkolás is. Már idézőjelben sokkolás, de azért, hogy abból a tudati állapotból, abból a nézőpontból, amiben a hatalom csak egy beszűkült tudatállapotba tud gondolkodni, kibillenthessük őket, és valamilyen más nézőpontot is el tudjunk indítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy pszichológiai eszköz és lehetőség, mert semmi más nem volt a kezünkben. És nem azért, mert hogy azt gondolja a hatóság, amit én, Emő vagy Árika gondol helyesnek, hanem amit társadalmi egészséges norma szerint a helyes, hogy a csecsemőnek hol a helye. Köszönöm, hogy lett volna az iszletben. 2019. október 19. hiány. Kalocsán vagyunk. A gyerek ott van Kalocsán. Ez az anyja ülében van az a gyermek. Tehát nem úgy szó arról, hogy ekkor már kivették volna a család. Akkori idő pillanatban miből gondolta azt, hogy nem jogszerű az eljárásra a hatóság? Mivel elkezdtük a törvényeket újni, már többször említettem, én nem vagyok jogász, de igyekszem utána nézni dolgoknak, lehet, hogy nem mindig tökéletesen értelmezem, de én azt gondolom, hogy egy törvény akkor jó, ha józan paraszti észre is föl tudja fogni az ember vagy az ügyfél, ugye, mert nekem szól a törvény, tehát elvileg meg kell, hogy értsem. Az anyakönyvezés az a jegyző feladata. Tehát, hogyha egy jegyző rengeteg esetben tud anyakönyvezni olyan embereket, akik elmulasztják, akkor miért nem tudta Árikáék gyermekét bejegyezni? Hol van a törvényben az megírva, hogy kötelező 3 napon belül ő neki bemenni és bejegyezni? Tehát én nem egész biztosan volt egy kérdés, egy kérdőjel a fejükbe, ugye amiért ez a levél megszületett, de miért nem kaptak ők erre egy választ? Mai napig miért nem kapunk bárkitől, valakitől egy választ, hogy ez nem valóság, nem így van, csak cáfolatok. Esetleg önnek nagyon közel jutott olyan információ, most csak találhatunk, és lehet semmi alap, csak pusztán a feltételezésre ott mondok, de lehet, hogy van valami, hogy nem aggódtak ők azért, hogy ez az otthonszülés nem az volt, nem az az otthonszülés volt, aminek amire van írva, már itt a szabályunk volt, hogy kell működnie, és hogy ebből esetleg, ha nem is nekik, de az abban résztvevő személyeknek bántódása esett, és hogy őket kell óvni, és ezért nem lehet, hiszen egy anyakönyvvezetésnél is azok az otthonszülési papírokat kérték, elsődlegesen amit nem is léteztek. Ez önhöz eljutott-e így problémaként, konkrét tényre kérdezek rá, nem az ön feltételezésre, az én feltételezésre, hogy ilyen problémát megjelentette ön előtt, Bodován Ágnes, Bodován István. Nem, és mivel nem voltunk Kalocsán, később voltak, hát szóba jött sok minden, de az már mikor bát, hogy én a stádiumtéket, Kalocsán semmi ilyen dolgozó. Oké, tehát akkor a jegyző feladat a kötelesség, hogy anyakönyvezést elvégezze. Hivatalból. Egy pillanat, és hogyha az anyakönyv... Kire anyakönyvezzen egy gyereket? Hát az édesanyjára és az édesapára. És azt honnan tudja, hogy ha nem beszél az édesanyjával, az édesapával, honnan tudja, hogy van egy gyerek, akit anyakönyvezni kell. Tudomásom szerint... Ugyan lehet ezt lefolytatni ezt az szerint beszélünk. Ha beszéljünk, akkor mondjuk egy budapesti városról, nem feltétlenül Dusnokról. Ez azért nem releváns, mert nem ez a szituáció. Tehát egész más egy vadidegen, meg egész más egy kisfalú. Tehát a hihetőnek máshogy kell eljárni, mint a nem, én ezt értem, Bíró úr, igazán hivatalból természetesen le kell folytatni egy hivatali eljárást. Én azért mondtam az előbb, hogyha ez a hivatali eljárás akadályozhatva van, valamiért világnézet, elképzelés egyszerűen csak nem még időben nem történt meg, vagy feltettek egy kérdést, amire nem kaptak választ, tehát bármi lehet ugye ott mögötte, azt majd Árika elmondja, hogy mi volt, de az eljárás, tehát ha a jegyző azt látja, hogy nem történik meg, már tudomása van róla,
hol van az, hogy ezért ki kell emelni egy szoktatós gyermeket? A jogrészen a meghívóra idézett levélben ott volt a válasz, hogy ez ő válaszul, hogy őt nem érdekli ez a dolog, neki így egy kötelessége, hogy a környezet is lefolytatni. Tehát volt válasz, elutasító válasz volt, hogy, nem, hogy ez nem választható kérdés, hanem nem érdekli, ez érdemben nem fogja magát tudni. Én is azt mondtam önnek, hogy nem teszem át az apostoli királyság bíróságával hova ezt az ügyet, mert nem teszem át, mert nekem van joghatóságom önfele, és kész, bum-tum, aztán leírom az érveimet, hogy miért vagy, de az az érvelésem az semmi más nem lesz, mint a jogszabályok tartalma. Na most ezt a bum-tum, az, amit kijelentett ott, akkor is ott a hatóság, és ez az, amire szemben nem értem azt, az önvédelemre való jogosultságot, jogot, mint minden alaptörvényünk biztosít, hogy jogos védelmi helyzetben önvédelmet gyakoroljuk és önhatalommal lépjünk föl ott, ahol ez elkerülhetetlen, mert ugye van erre válaszunk a törvényeinkben is, de hogy ez itt volt válasz. Mi volt az a skandalum, a válasz, amiért jogszerűen... A kérdésre nem volt válasz. Tehát ha felteszek egy kérdést, ugye nyitott kérdést teszek fel, és ez a nyitott kérdés egy aggály, és most én az Agikáik leveléről beszélek, a nyitott kérdés egy aggály, hogy a gyermekem tulajdonjogba kerül-e valakihez, ha ezt a papírt aláírom, tehát ha a jegyzőnek joga van, jegyezze be, ha ő punktum a hatalom által megjegyzi, akkor punktum jegyezze be. De ha én aláírom... Meg kell vizsgálni, mert ha a szomszédnak jegyzi be azt a gyereket, akkor lehet, hogy ez a probléma. De jó, ez itt igen, csak ez itt nem, ez élőre. Van egy bizonyítási dolog, amit le kell folytatnia, meg kell vizsgálni a helyzetet, hogy helyes döntést tudjon hozni egy hivatalnok, nem csak kijelentek valamit, mert még esetleg az rossz, vagy ha rosszul állok egy kérdéshez, nem vizsgálom meg a tényeket, lehet, elszülök egy jogosítványt. Hát mi lesz abból? Ez így van. De érti, amit mondom. Gondolkozunk a másik fejben, hogy mit csinál jól. Azok esetben az a jegyző, hiszen mi így viszonyulunk a másik emberhez, keressük benne mindig a jót, a szeret. A jegyző, ha megkereste Ágikáikat, tudomásom volt, hogy ott megszületett egy gyermek. Pontosan tisztában volt vele, kisfalú, tudta, hogy az ő gyermekük. Tehát nem hiszem, és nem is kérdezem. Legykára be kellett volna? Nem legykára, miért legykára? Legykára önt elítélhetett? Nem, nem legykára. Legykára egy hosszú tudja. Még egyszer, Biró, tehát ha én felteszek egy kérdést, ha aláírok egy papírt, akkor mi történik az aláírásom kapcsán, mi van a kisbetűs részre, vagy a részen, de nem ismertetett iratom, miért nem kapok arra választ? Csak annyit kellett volna válaszolni, hogy nem ismerem a UCC-t, nincs ilyen törvény, nincs ez, de mindig kikerülést kapunk, mindig. Senki nem mondja, hogy igen, így van, nem, nincs így, vagy nincs róla tudomása. Miért kerülik el ezt a válaszolást? Ő, mint szülő, vagy én, mint szülő, akkor hogy írjak alá egy papírt, ha nem tudom, hogy ez egy, és ebben ugye a térdet engedetlen, meg a társadalomban rengeteg internetes anyag előjön, az emberek kutatják, hogy miért van az, hogy a hatóságok nem méltányosan, hanem emberfelelően nagyon sokszor eljárhatnak velünk, és nincs következmény, akkor elkezd az ember gondolkodni. Miért nincs a másik oldalon következmény? Akkor igenis feltehetem a kérdést, és miért nem kapok rá választ? Jó, tehát ha azt mondják, hogy nem, akkor rendben tart volna minden. Nem tudom, hogy mi a választ. Azt mondja, hogy nem. Nincs tulajdonja. Akkor minden megoldódott volna az egész világ. Nem tudom, hogy hogy beváltak volna az állapot. Azt mondja, hogy ez a UCC baromság, nem tengerjogi alapokban, hogy behajózik egy hajó a kikötőbe, és akkor a szabad tengeren van, és úgy, és bárkiféle, az, aki először a kikötőben ráleti az anyakönyvet, aztól lesz, annak a tulajdona lesz a gyerek, ugye valami ilyesmiket mondott én, amíg jól emlékszem a nyárról, akkor ez az egész a jogi alapja. Ez a licának a... Igen, ez a tengerjogi megközelítése, hogy ezért lesz minden ember valakinek a tulajdona, de hogy ez nem így van, ezt kijelentem is, aki ezzel, hogy Pósta Imre kell, hogy ez a UCC, ez nem jó, ez hülyeség, nem így van, akkor nincsen így. Akkor nincsen fenyegetés, nincsen felhorulás, akkor nincsen tudálás, Molnár István, ez a Rodovan Ágnesnek el van hozzá, menjenek az anyakönyvet, ezt is jelenti a
ezzel a papírral volt olyan szinten veszélyeztetve az a csecsemők, hogy el kellett venni az édes anyjától, és nem kaphat anyatejet, és nem láthatja másképp. 2019. október 19-én járunk. Nem veszik el ezt a dolgot. Biztos elgondolkoztak rajta, hogyha más ez a kalocsai kommunikáció, lehet, hogy a jövőben sem veszik el ezt a gyereket. Lehet, hogy ez a fajta kalocsai fellépés vezetett oda, hogy ezt a gyereknek nem a jogait védték meg, hanem ártottak neki. Hatóság szempontjából nagyon nagyon nagy a valószínűsége, hogy így gondolkodtak. Igen. A gyerekre gondolom, de hát mi oda mentünk a jegyzőségbe is, és azt szerettünk volna beszélgetni velük. Teljesen békés szándékkal. Oda mentünk, hogy beszélgetünk velük. Bezárták a... Miért félnek? Hát miért félnek egy kérdéstől? Én nem értem. A szituációt nem értem. Miért nem lehet a hatóságnak kommunikálni? Hogy lehetett ennek a gyereknek ezt a fajta lépést kockáztatni azzal, hogy nem született arra válasz, hogy nem az embereket elkönyvezni sem, nem tulajdonjog keletkezik rajtuk, nem egyfajta átadás, tulajdonjog teremtő aktus. Mint például az adás. De ezt még nem vették el a gyermeket. Miből kellett volna arra gondolnom, Bíró, hogy el fogják venni? Tehát hol kellett volna egyáltalán a gondolatunkba? Kapcsán. De én nem. Nem féltek ettől? Nem, én nem. Nem azt használják, hogy elrabolják a gyereket, hanem kiemelik a csárkot, és az mégiscsak egyfajta. Ez lesz a reakció. Nem, mert amíg ilyennel nem találkoztam, már pedig állítáig esetéig nem, azóta számtalannal, két kezemen nem tudom megszámolni, Bíró úr, és ide kérhetném tanulnak azokat az édesanyákat, akik aránytalan, jogtalan, oktalan, igazságtalan módon kiemelték a gyermeket. Nem tudtam elképzelni, mert nem arányos volt ez az eljárás avval a ténnyel, hogy a gyermek nincs anyakönyvezve. Hol arányos az az eljárás, hogy egy szoptatós csecsemő szeretetben, egészségben, orvosi ellátást megkapta, állítáig elmondták Kalocsán, hogy orvosi ellátást. Szíveskedjen befáradni a Bodován család a jegyzőhöz, és egy megjelenő idézésre, és ott akkor magyarázatot adni arra, hogy megszületett ez a gyerek, ki ez a gyerek, ezt akarták elvégezni. Ez miért volt aránytalan? Mi ebben az aránytalan? Nem az volt az aránytalan. Az, nem az hogy nem adott választ akkor a tulajdonjogi kérdést. Nem. Utána, hogy elvették a csak előtt. Az a feltétele a hatósági eljárásnak, hogy ezekre választ kap. De hát Ágikáig minden esetben azt mondták, hogy kommunikálnak és beszélnek velük. Miért van az, hogy három napon belül be kell menni a hatósághoz? Az ön nagymamája, nagypapája, az én nagy cínem, a décinék nem éltek egészségben. Attól, hogy három napon belül nem rohantak be egy hivatalba. Tehát hol van itt az arányosság? Ugye az ős közösségben nem tartották nyilván az embereket. De hát volt nyilván tartása. Kamaráztatjuk az életüket, nem csak az egészségügyi ellátás miatt, hanem a teljes partonosság. De nem az ős közösségig mentünk vissza, hanem addig a norma életmódig, ami otthon szültek. Az egyház megjelenése nem véletlenül lett, ez ugye egyház. De amíg otthon szültek az édesanyák, amíg otthon szültek. Milyen jelenkönyvezés, ez egy vívmány. Rendben van, de mi abban a bűn, hogy otthon szül egy nő? Miért kell harcolni ellenem? Hát, ha megnézzük a törvényeket, nagyon-nagyon nehéz volt elérni azt a vívmányt, hogy a nők újra otthon szülhessenek. De ebben az esetben nem volt tilalmazva. Hát, dehogy nem, hát épp azt mondta az Ágikai, ami Kalocsán is nekünk, hogy a védőnő ellenezte, és nem tudta megérteni, mi az, hogy ők otthon szülnek, szinte meg akarta nekik tiltani. Hát nem tiltott. Adott el a határozatot? Nem adott ki a határozat. Értem, Bíró úr, ön a törvény védő, a paragrafusokat. Mi pedig emberi szempontból közelítjük meg. Itt akkor van óriási probléma a társadalomban, ez a kettő nem azonos. Ez a kettő egy cipőbe jár és azonos, akkor nincs probléma. Ha a védőnő, tehát itt embereken múl, ha a védőnő... Hát, hogy ha nem értünk vele, a törvényel, akkor azt nem hagyjuk végig.
nem nevettek egyfele, ha a védőnő emberségesen áll hozzá, a törvény végrehajtásával van a hiba. Tehát nem a törvény betűjével. Minden betűje rendben van. Szeptember 20-ai intézkedésről készült videóban, amit ön látta. Az melyik volt? Az, amiért ott vannak karacsán. Amikor szeptember 10-én távolulás van, én a hatóságok részéről, hogy várhatjuk be, ahol a házas párnak jelenlény veszik ki, de megjelenek ott a háznál. Igen? És ott van ez a lentember is. Szerintem láttam egyszer, de nem emlékszem a részletekre. Mert ugye azon keresztül meg lehetett volna győződni arról, hogy jogszerű ez az eljárás, vagy nem jogszerű ez az eljárás. De akkor ez nem volt. Miért nem került ez konjunktívba? Én úgy látom egy kicsit, mintha felül az a ügyészség, most ügyésznek, jó? Hogy felültek erre a dologra, és egy kicsit kihasználták ezt a dolgot. Meghájkolták a saját érdekeik mentén, azért, hogy a hatóságokkal szembeni eleve rögzült, berögzült, megcsontosodott álláspontokat tudják mondani, legalábbis mostanra, és kihasználták a hatodik és hetedbeli vádlottat, az ő naivitásokat, vagy tévedésüket, vagy hipotéziseket, feltérésüket. Ez gyakorlatilag ezt mondja a vád is. Értem. És akkor most felteszem helyett ezt a kérdést. Fidek provokatívan. Értem. Miért? Ezekből a lépésekből, hogy nem járnak utána, hogy jogszerű volt az az eljárás. Gyakorlatilag egy bűnségről van szó az egész mögött, hogy most tulajdonjog vagy nem tulajdonjog. Erre nem gondolja, hogy valaki nem tulajdonom, ugye? Hát annak végezve van. Én nem gondolom, mert óriási kérdések vannak, Viru, nem állítom tényként, de nekem mutattak egy interneten be lehetett lépni, ma már Magyarországról nem lehet. Fidesz oldalon be lehetett lépni tőzsdei honlapon a gyermekem Taj számával megtaláltam az ő tőzsdei nevét, adatait, mennyit ért, mi az értéke. Magyarországon nem lehetett, külföldi, hogy ne lenne kérdés az ember fejébe? Akkor ez már nem kérdés. Nem, ez egy... 2019-ben volt? Nem, ez után az eset után volt jóval, amikor ennek az esetnek a kapcsán, ugye ez a kérdés, és a Licát én előtte nem ismertem, a Lica ezeket a dolgokat megmutatta. Ez nem kérdés, én ezt láttam egy honlapon. Azért nem mondhatom tényként, mert ugye az interneten rengeteg sok minden történhet. Nagyon sok csalás van, nagyon sok hamis dolog van, de a kérdőjel ott van a fejemben. Vajon ki gondolkodik róla úgy, mintha én az ő tulajdona, vagy az áruja, vagy a rabszolgája lennék, idézőjelben, tehát nem úgy, mint régen, hanem egy modernkori rabszolgaság. Ez egy kérdőjel. Modernkori rabszolgaságban van egy csomó esetre, általában kurlákat adnak el fiatal lányokat is dolgozhatnak és lejtszik. Ez a modernkori rabszolgaság, mire gondol? Nem, hanem arra, amikor a munkaerő humán erőforrás. Ez a szó, ha végig gondolom, hogy humán erőforrás, ez nekem egész más mutat. Ha én erőforrása vagyok valakinek vagy valaminek, az eléggé nagy kérdőjelet okoz a fejembe. Tehát én nem humán forrása vagyok senkinek. Én egy ember vagyok, közvetlen kapcsolatban a teremtővel, és beleteszem az energiám, a munkám, a tudásom abba, hogy a társadalom és a közösség egyre jobban és egyre szeretetteljesebben tudjon élni. De ha valaki a háttérben rólam úgy gondolkodik, hogy én az ő humán erőforrása vagyok, azt eléggé zokon veszem tudatilag. Szerintem fogalmazva, de mi arról szól. Jó. Köszönöm szépen. Kérdezhetek előtte. Lett volna eddig kérdés, de nem olyan biztosítottam a... Akkor igen. Kérem, hogy... Köszönöm. Amit a író is kértatott, kaptak a 6-7-ben vádott a jegyzőtől egy iratot, idézést, hogy menjenek. Erre szeretnék érteni, illetve ezt kérdezem, hogy ez az irat arról szólt, hogy önöknek született a gyerekük, jöjjenek le és anyakönyvezzék,
vagy az a könyvesztesség pontosabban, vagy ahhoz szólt ez az irat, hogy jöjjenek be, és tisztázzák, hogy önöknek született a gyerekük, nem tudom, érződik el külön, vagy érezhető a különbség a kettő között. Érezhető a különbség, de nem emlékszem rá szó szerint, ezt meg kellene nézni. Jó, akkor meg kellene tőle. Az előző tárgyaláson is kérdeztem, hogy szándékosság van a mögött, hogy a bemutatott film az nem film, hanem csak hanganyag. Hát ahogy láttam, a másik az egyszerű kis kis megjegyzés, hogy MP3 az még ritkán fog megjelenni. Igen, igen. Esett, már ennyire értek hozzá, mert én filtratom, hogy minden. Valószínűleg szándékosság. Ezek az anyagok, ezek soha nem voltak MP3 formátumban, szerintem semmilyen gépen. Meg az interneten sem. Hát ezt valaki átalakíthatta valamilyen szándékkal, amit ne tudjuk nézni. Tehát élőben, hogy élő vagy képtel hanggal. A másik pedig az említett szikra előadáson vagy találkozó kapcsolatban, hogy érdemes lenne, ha lehet kérdésként megfogalmazni, az első 4 percet bemutatni, akkor azért lehetne egy kicsi hangulatmintát venni abból az eseményből, ami ott aznap történt. Tehát úgy látom, hogy a tárgyi terrorista szintre kezdik tolódni a hangulat bemutatása, ahol teljesen másról volt szó. Az első 4-5 perc az szerintem bőven elég lenne, nem tudom, hogy ez sok időt venni igénybe, de ez ilyen kérdés. A délelőtti? A megnyitó, tehát a megnyitott. Igen. Akkor az első. Igen, tehát ott, ahol a program is ismertetve van, és hát az bemutatná azt, hogy ott valójában milyen hangulatban vagy. Tehát milyen hangulatban teltek a dolgok. És ezért tartaná ezt. Igen, igen. De az interneten megtalálható, tehát itt ahogy láttam, ennél nem, csak MP3-on, de az interneten bármikor be lehet kapcsolni ezt. Az a jó de ez egy konkrét határozatlan volt. Nekem külön kérdésem, őrgőz nincs, de most hogy állunk ezzel? De mindig azért kiesik nekem az ön szerepe már, de ön ott volt Kalocsán, igen. Ugye azt mondja, hogy ön is ott volt, a hangosítást még nem önünk is, de a felvételeket már ön készítette, és ön is tudtuk. Igen. De hát egyébként meg a Kalocsai programot semmi közösszi kiderült a valamásából is, tehát hogy nem volt szervezője ennek, csak követője ennek. Jó. Hatodhetni várunk a Bolvár István elnökünknek, van-e észrevétele? Hát lehet, hogy majd ahhoz kapcsolódnék konkrétabban, vagy majd a feleségem jobban elmondja. Hát először mondja elő, aztán hát ha majd hozzá. Köszönjük az egészet. Hát itt már sok minden nagyon úgy elhangzott, így az emberségről, meg itt az embertelenségről, hogy hogyan álltak velünk a hivatalok, mert hogy ugye az előbb itt az Ingrének lett föltéve az, hogy célozva, hogy ugye utána ő győzött meg minket arról, hogy mégiscsak álljunk szóba a hivatalokat, tehát úgy érzem, hogy ez így van, vagy nem úgy érzem, ez így van kikiáltva, mint hogyha nem lettünk volna előtte együttműködők, de előtte is együttműködők voltunk, nem az Imre vett rá arra minket, hogy utána szóba álljunk a hivatalokon, hanem történt egy kis változás, miután eltelt az egy év, és megtörtént a tárgyalás is, és decemberben megkaptuk a bírósági levelet, és aztán januárban becsöngettek, nem voltunk otthon, de aztán a szüleim beszéltek a hölgyel, megjelent Hunyati Zsuzsanna esetmenedzser, és érdekes, később ugye jó levélváltás, stb. Még egyszer megkeresett minket, sikerült felvennie velünk a hangot, mert mi is feltudtuk vele. Tehát, hogy itt ez a kérdés, hogy ő... Nem tudom, hogy akkor neki hogy mi a szerepe, vagy milyen lény, és ezt nem negatívként mondom, csak hogy ő miért tudta velünk felvenni a kapcsolatot, ha mi annyira együtt, annyira nem voltunk együttműködőek. Mit mondott? És aztán... Mit a UCC-ről, tulajdonjogról, hogyan bizonyította őket, meg annak kell elkezdődni? Erre van valami
emlékszem. De itt most nem az a, de és nem az a lényeg most. De ő mondott erről bár. Nem tudom, már most nem emlékszem, hogy erről beszélgettünk volna. Valóban ez volt a dolognak a nyitja, hogy valaki azt mondja. Nem, az volt a nyitja, hogy emberségesen fölveszünk egymással a kapcsolatot. Az interneten terjednek is mindenféle dolog az ellenkező, és nem kell annak hinni. De ezt már mondtam, ez a különbség is az interneten terjed, akkor most nem kell ennek hinni, tehát akkor... Nem. Na, nem az interneten terjed. Hát de az interneten is terjed. Attól, hogy az interneten nem van, egy más kérdés, de meg lehet nézni majd épületet például, vagy címtetni valós hatos jelenségeket, amit ki van a rakva, és ezek jelentek meg bélyegzőket használunk, és a többi tel lehet járni, vagy az ember már is használ. Na, attól még nem biztos, hogy valóságos. Az anyakönyvezéssel visszatérve, csak hogy az említette az előbb az emberek, hogy mindenkinek van anyakönyve, mindenkinek regisztrálta. Hát nem, mert én végeztem családfakutatást, és például véletlenszerűen pont a mi családunkban az egyik ősapámról nincs semmilyen feljegyzés, és az a legtöbb, és persze vannak róla emlékek, ismerték is sokan a családban. Élő ember volt, ha úgy tűnik személyként nem is volt jelen, legalábbis most utólag úgy tűnik, nincs róla sem születési anyakönyvezés, sem házassági, de közben a felesége az ősanyám azt megtaláltam, hogy van születés, stb. És a haláláról sincs semmilyen információ, mert történetesen meggyilkolták. Tehát hogy lehet az, hogy őt nem lehet megtalálni, holott egy oldalon van több, mint tudom én, 5-10 emberrel. Tehát hogy történhet meg, hogy egy egész lapot kellett volna abból kitépni. Tehát ezt csak úgy mellékesen közölném, hogy és véletlenül aztán pár évre rá, pár tíz évre rá, mi is ezzel a problémával állunk szemben, hogy anyakönyvezés. Nem igazán értem, hogy hát, miből volt más az ősanya és az ősapa élete. Az ősapja az miért élt, az ősanyja miért volt halott eleve. Tehát ő élő ember volt, akik nem anyakönyveztek, ő ember volt. Miben volt ő más? Az, akkor az ősanya az valakinek a tulajdona volt, az ősapja meg nem, mert nem anyakönyvezés, vagy miért, vagy az volt azért kiírkolták ezek, mert nem volt anyakönyvezés, vagy nem érte a logikáját, hát, hogy élő ember. Ha mindenki elvileg anyakönyvezve volt régen is, akkor ő miért nem? Nem értem. Lehet, hogy tudom. Azt tetszett mondani, mert mindenki azt mondja, hogy mindenkit anyakönyveztek, mindig. Kellett volna anyakönyvezni, kellett volna a polgári anyakönyvezés bevezetése után kellett volna. Nem vagyok pedig százalékig, igaz, hogy lehet talán terézni. Hozzászólhatok? Nem, most nem vagyok, hanem befejeztől. Hát ezek is újabb kérdéseket. De ez volt valami összefüggése az ősapjának azzal, hogy a bátorinasnál az anyakönyvezés szerkapcsolatban feltételekhez kötötte a hatósággal való együttműködést. Raktuk össze a képet, hogy valami lehet, hogy ennek a kifajnak. Mert nyilván nem véletlen, hogy nem a szomszédban. Mit mondott önnek pontosan a jegyző, illetve azok a hatósági személyek, kapcsolatban került, hogy hát adtak-e választ? A... Mert azt kérdeztem, vagy azt mondtam, hogy kapott ön választ. Megnézhetnénk ezt a videót. Nem az én videómat, amit nem tudom most István, vagy nem tudom ki készített, nem azt a szeptember 20-ai videót, azt a töredékét, amiben a leverül a fényképezőgép, vagy a videó, amiről felvetünk, nem azt, ami a rendőrség. Amit sose láttunk, és nem is fogunk valószínűleg látni, mert ott a bizonyíték nálunk. Hogy amit műveltek velünk, meg ahogy letetették az Istent, meg hogy azt tetszett kérdezni, hogy
hogy jogos volt ez, mert hogy a, hogy is tetszett mondani, nem is már, hát, hogy hogyan máshogy? Figyelemfelkeltésként párszor elmondtuk, jó párszor elmondtuk, nem csak én, István is elmondtuk, hogy felhívjuk a figyelmüket, be fogjuk csukni az ajtót. Be fogjuk csukni az ajtót. És így mondták el, hogy ha ezt nem csinálják? Nem mondták, nem mondták, mikor, nem mondták, mikor István becsukta az ajtót, akkor azt mondtam, rendőr, na mostanára ebből elég ebből az időhúzásból, és akkor rátört az Istvánra az ajtót. Tehát, hogy itt megint kire törte rá az ajtót, tehát, hogy itt... Mivel húzták ők az időt? Összegiszem, hogy magyarázkodtak, vagy mit, a UCC-ről beszélgettek, vagy mit, miről, vagy ki húzta az időt? Akkor ki volt az, aki nem működött együtt? Ezt már elmondom. Mert ez úgy tűnik, hogy nekem, mintha valaki azt mondja, hogy engem ugyan nem veszett elő barátom, mert én nem megyek, majd ha igazolom magadat, akkor majd van egy parancsunknál, hát nem baj, azért még várok 12, meg hónapokig várok a határozott fellépéssel, ami nem az első percben tették. Nem volt konkrét az sem, ahogy elmondtam, csak ez nem jött le múltkor, hogy miért jöttek, mert össze-vissza hazudoztak, hogy miért jöttek, meg kik ők, honnan jöttek. Tehát akkor adtak válaszokat? Hát hazug válasz. Hazug válasz. Igen, az is válasz, ugye? A hazug válasz is válasz végül is. Hogy egy azért üljünk be a mentőbe, mert egy damporos kisfiú van benne a mentőbe, és már várja, hogy mit tudom, beérkezzen a kórházban. Nem tulajdonjogot. Azt beszálltunk, azt nem volt semmi, olyan válasz kapott el, nem tulajdonjogot telepített. Nem kapott semmi olyan válasz. Kötelességünket látjuk el, működjön együtt, mert ezzel kapcsolatban, amilyen kötelességei vannak, nem fogadjuk, nem el kell járni. Nem velük kapcsolatban, hanem a jegyzővel, és aztán a jegyző amúgy nem is jött volna ki, hanem a kis Eszter mondta, hogy ő hívta föl, hogy jöjjön már ki, mert elhangzott a neve, hogy úgy kérjük, hogy jöjjön ki, amúgy nem is jött volna ki. Tehát úgy gondolják, hogy megszabták azt, hogy kiálljon önökkel. Nem, mi nem szabtuk meg, mi kértünk. Önök akarták. Meg fenyegetés helyett tájékoztatást kértünk, tájékoztatást adtunk, tájékoztatást kértünk, mindig kértünk. Igen. Hát ha tetszik, ha nem, akkor se ez így van, mi kértünk. Hogy el akarják vinni a babát megvizsgálni, hogy egészséges. Nem, már erről volt szó, először csak azt mondták, hogy azért engedjük be őket, mert itt van két mentő orvos, aztán majd utána már a mentő, két mentő orvosból mentő ápoló lett, tehát hogy hadd engedjük be a doktor urat, mert mindegy, és aztán csak ennyit akarnak meggyőződni a gyermek egészségéről, mert mindig nekik, mindig az van, hogy a gyermek egészsége a legfontosabb, mindig ezt hangoztatják. Aztán közben ez a legutolsó, a gyermek egészsége, mert ha az lenne a legfontosabb, akkor nem jutottunk volna oda, hogy elrabolják tőlük, vagy kiemelik tőlük a gyermeknek, és másfél évig egyáltalán nem tarthatunk vele semmilyen kapcsolatot. Ellenkeztek ez ellen? Nem, ellenkeztünk, beengedtük őket. Aztán megvizsgálták, és nem. Amikor kijött kijöttek a mentősök, akkor közölték a gyámügyes hölgyekkel, hogy minden rendben van, látták a körülményeket is, a szobában, a ruhákat körbenézte, megvizsgálták a babát, teljesen egészséges, minden rendben, jól táplált, hát nem kellett neki még mérnek sem ahhoz, hogy látszódjon rajta, hogy jól táplált, elég volt csak ránézni, hogy mennyire jól táplált. Attól függetlenül, hogy én akkor 55 kilóval voltam. És akkor kimentek, ezt közölték a gyámhatósággal, a hölgyekkel, és akkor látszódott a hölgynek a fején, hogy na hát ez így nem lesz, ez így jó, ez így nem elég. Pedig csak azt mondták, hogy azért engedjük be őket, hogy megvizsgálják, tehát csak ezért jöttek. Aztán ugye nem így történt a dolog. És utána még elkezdték utána tovább húzni az időt, mondtuk nekik, hogy jó, rendben, ha nem vádolnak semmivel, akkor hadd menjünk be, bemegyünk,
ha nincs semmi vád, akkor hadd menjünk be, ők menjenek el, mi bemegyünk, becsukjuk az ajtót. És nekik nem volt elég. Mit voltak itt? Nem mondtak semmit. Csak álltak az ajtót. Nem mondtak semmit, de apukám mondta később, hogy ő hallott olyat, hogy amit mi nem hallottunk szerencsére, hogy hallotta a rendőröket, akik hátrébb álltak, tehát nem akikkel mi beszélgettünk, hogy vigyük már, mindjárt dél van, menjünk már, vigyük azt a gyereket, aztán kész. Ja, oké. Csak ezt mi, hál' Istennek nem hallottunk. Még elvitték a gyereket egy orvoshoz, megvizsgálták, és tehát visszaadták. Igen, de akkor kérdésem az, hogy megvizsgálta a doktornő, azzal mi volt a probléma, mert ugye utána is az volt, hogy veszélyeztetés. Tehát ha veszélyeztetés, akkor a doktornő miért nem azt írta, hogy ez a gyermek veszélyeztetve van, ez a gyermek rosszul táplál, hanem teljesen pozitív képet, diagnózist írt a doktornő, és aztán azt mondja, hogy menjünk haza. És nem oltat, ja igen, még az is elhangzott, hogy beoltják a gyereket. És miért nem oltották be? Szóval itt csupán egy csomó kérdés van, amire azóta sem kapok választ, és hozzáteszem, szerintem soha nem is fogok. Köszönöm szépen, ha... Igen, és mondom még egyszer, hogy nem nyugodtan megnézhetjük azt a szeptember 20-ai videót, nem a mi videónkat, hanem a rendőrségi videót, mert abban minden benne van, a letekerés is. Ja, igen, és még egy valami, a fenyegetés, hogy állítólag azt állítják itt, hogy fenyegettünk a Luska Jendre, a Bajai Bernadett, a férje, a Harangozó Gábor, a Szenoracki, mindenki azt írja, meg azt mondták a tanulmásukban, hogy konkrét fenyegetés nem történt. Konkrét fenyegetés nem történt. Így ekkor mi tőlük konkrét fenyegetést nem kaptunk. Konkrét a személyemet fizikálisan és zaklatásról egy esetben tudok beszámolni, amikor szerinte átkokat küldtünk. Fizikális. És aztán a végén odaérje, az eset során nem bántottak, és konkrét fenyegetés nem hangzott el. Hát ha senkit sem fenyegettünk, akkor most úgy fenyegettünk, hogy nem fenyegettünk? Akkor mitől féltek? Ja, hogy amit az ember elmondott, hogy nyilván ők már tudták, hogy mi lesz a végcél, hogy ezt a gyermeket el fogják venni, és már előre vetítették a saját félelmeiket. Azzal mi nem tudunk mit kezdeni, azok nem a mi félelmeink, és az nem fenyegetés. Azért, mert ő fél. És aki kijött, az a két barát, kijött, és hogy ők úgy álltak ott, mint a zombi, az benne félelmet keltett. Hát, az sem fenyegetés, mert ha ő benne félelmet keltett, az utcán egy csomó olyan ember járkál, aki félelmet keltett bárkiben. Akkor most menjek és jelentsem fel, hogy ő, meg ő, meg ő, meg ő, meg ő félelmet kelt benne. És ő veszélyes. Ja, és nem csak veszélyes, a gyermekét veszélyezteti. Ja, és akkor ilyenkor csörd mindig idegesek, hogy sehol már sem válasz. Igen, hát azért ott a meghívóban el, hogy készek vagyok az erőszakra. Ugye az erőszak az azért az mégiscsak az fenyegetésnek egy durvább verzió. És akkor ők megcsinálták velük a fenyegetést, a fizikális, testi, lelki, szellemi terhet. Erre adott válaszként. De akkor ők miért azt vallják, hogy ők nem, hogy fenyegetést nem kaptak? Ja, akkor most mi a szó? Ja, bocs. Mert ugye az anyakönyvezéssel kapcsolatban gyakorlatilag megelégedettünk volna teljesen azzal is, ha azt az anyakönyvet bedobják a postalárába, és viszontlátásra. Igazán mi nem akarták, itt igazán a kommunikáció hiánya
de még hogyha nincs is, ugye, hogy az oltásokkal is így van, igazán teljesen mindegy, hogy a szülő beleegyezik, vagy nem egyezik bele, beadják, aztán itt a papír alá kell írni. Aztán ha nem írja alá valaki, akkor mi van? Semmi. Be van adva, ez a lényeg. Mi előletünk állítva ezen az eseményen, ugye, vagyis azaz nem ugye Kalocsán, Kalocsa előtt, de ugye még a Kalocsa és a pipő találkozó előtt is ugye számtalan ideje lehetett volna hivatalnak, pedig felvenni ugye nyugodt hangon a kapcsolatot. Bármikor megkeresettek volna, otthon voltunk, nem bujkáltunk, meg azért azokat a tényekre azért kíváncsi lennék, hogy mivel adtunk okot annak, vagy arra a hivatalnak, hogy így bánjanak velünk. Most az, hogy született otthon egy dolog, kiküldték a rendőr, aztán eljöttek ugye a hivatali dolgozók. Na most fel se tudjuk fogni, hogy ugye, hogy hogyan jutottunk el idáig. Még mindig, hogy akárhányszor áttárgyaljuk ugye ezeket a dolgokat is, hogy ugye a hivatal álláspontjáról ez teljesen jogszerű, és nekünk mindent tájékoztattak, ugye, hogy hivatalosan, hogy mi fog történni, és hogy miért fog történni, bár nem találtuk sehol a jogszabályokban is, mert mi is bújtuk a BTK-kat, stb., hogy ennek majd esetleg ez lesz a következménye, hogy gyermeküket fogják és elzárják tőlünk. Ugye hivatalból a jegyzőnek ugye simán a mi nekünkkel kellett volna, mert ugye fel sem megvult a házassági anyakönyvünkből kifolyólag, ugye, hogy ki a gyerek, hogy dobtuk-e a gyereket, vagy nem. Mert ugye később olvastuk a nyomozati anyagba, hogy gyakorlatilag a bajai gyámük, meg a nem tudom, kecskemék, összerúgták fejüket, hát akkor fogjuk aztán ismeretlen gyerek nevére kell, a gyerekként kell ugye kezelni ezt az esetet, hogy mi adott okot erre. Még egy valamit szeretnék, hogy a Bajai Bernadett azt mondta a tanulmányolásában, pedig ha nincs a gyerekanyagkönyv vesztetve, akkor semmilyen ellátást sem lehet neki biztosítani. Milyen ellátást nem lehet neki biztosítani, ezt úgy kérdezném, mert bármilyen ellátással jogosult. Sőt, a migránsok, a menekültek úgy jönnek be papírok nélkül, hogy bement az orvoshoz papír nélkül, mindenféle anyakönyv, mindenféle útlevél nélkül be tud menni, és ellátják emberként, hogy jöttél, és segítek, és ellátom, és még a buszon is ingyen tudnak utazni. Az előbb a védelmezőt, a karmazőt vádlatot kérdeztem, hogy emlékszik arra, hogy amikor önöknek beidézték, mi volt abban a beidézésben, hogy jöjjenek be anyakönyvesztetni a gyereküket, vagy jöjjenek be tisztázni, hogy ez a gyermek kitől, hogyan, vagy pedig nem elég, vagy nem voltak erre, ezzel kapcsolatban adatok benne? De az első, hogy nekünk be. Tehát, hogy menjenek be, és anyakönyvesztessék a gyereküket. Semmi, hogy tisztáz, de hát nem, az önéke, nem az önék. Nem, mert ez mindig nyilvánvaló volt. Ezt én értem, de hogy ebben az idézésben nem szerepelt, én erre vagyok kíváncsi. Hát tudom, hogy én beesemetem, ezt is tudom. Értem. Köszönöm szépen. Ötödik észrevétel legyen. Itt a vádirat folyamatosan egy jogszerű eljárásról beszél, de itt már a bíró is kimondta, és teljesen nyilvánvaló a jogvégzettek között, hogy ez a gyámhatósági eljárás mindenhol csak nem jogszerű. Tehát az anyakönyvezésnek megvan a jogszabályi háttere, és itt kijelenés nélkül teljesen egyértelmű, hogyha a jegyző végigviszi azt az eljárást, akár tanúk bizonyításával, akár felkér egy nőgyógyász, aki igazolja, hogy a gyermek ténylegesen megszületett, a szülők beleegyezése nélkül minden további nélkül tudta volna ezt a gyermeket anyakönyvezni. Teljesen egyértelmű, hogy itt sokkal nagyobb sérelmet szenvedett a gyermek azzal, hogy kiemelték a családból,
mint hogy egy ilyen adminisztratív, valójában a szülők akarától független jogi aktust a jegyző végigvitt volna. Azért ezt én úgy gondolom, hogy figyelembe kérem, hogy egy ilyen jogszerűtlen hatósági eljárás indította el azokat a folyamatokat, amiket mi itt most tárgyalunk. Ehhez csatlakozva csak annyi észrevételem lenne, hogy tudomásom szerint a jegyző a jelzéssel a gyámhatóság felé szeptember 20-át követően és október 19-e előtt élt. Tehát, hogy magát a gyámhatósági eljárást a kalocsai rendezvény tolta volna meg, az szerintem tényszerűen cáfolt a rendelkezésre álló iratadat alapján. Kérdésem, meghívtuk a hatóságokat, annyit beszéltünk már itt a hatóságokról. Mit lehetett volna még tenni, mert ugye bögyöltünk rajta, és a párom hívta föl a figyelmem, hogy ő emlékszik arra, amikor mi fölvetődött az ökör kérdése, meg ez a gyerek kérdés, hogy akkor hova álljunk, az ödön, az ökör mellé álljunk, vagy az ember mellé. Tudom, már a válthatóság részéről már elhangzott, hogy teljesen mindegy, hogy tehát az autótokon vagy gyereketek, ez egy és ugyanaz. Tehát, ja, mit tudom, Zsanyika komp akart lenni, nem fog, de ez teljesen egy kategória. Meghívtok a hatóságokat? Milyen célra? Együttműködés célra. Tehát szerettünk volna a hatóság részéről válaszokat kapni és normalizálni kvázi helyzetet, mert most a bírói kommunikációból az jött ki, hogyha nincs postaimre, mert nyilvánvaló autentikus postaimre, hogy miattam vették el a gyereket, mert ezt elmondta egyébként a Kitanics Márk is, hogy ez valószínűleg Berkeken belül ez kiderül, tehát ha nincs postaimre, akkor van gyerek. Hát ezt a hatóságtól kell megkérdezni, mert igazából ott, amit én az előbb vázoltam, tehát arányaiba nem érthető sem emberileg, sem törvényileg, hogy miért emelték ki a gyermeket. Én most is állítom, és ha senki nem fog ebbe lépni, akkor én állampolgári jogomnál fogva biztosan el fogok indítani egy eljárást a jogszerűtlen kiemelés okán. Egyrészt, másrészt minden édesanyának természet adta joga, még ha börtönbe is szül, hogy a csecsemőjét láthatja, szoptathatja. Tehát én olyan törvényjogszabályt még nem találtam, ahol másfél évig nem tudhatják, hol van, ez büntetés volt. Ez nem kiemelés volt. Egyetlen egy jogszabály nem volt betartva. Igen, itt beszéltünk, hogy nagyon sokat elhangzik, hogy a hatóságot mi fenyegettük. Van csendű frász, hogy megkérdezem? A hatóságtól? Igen, mert Ági elmondta, hogy csendű frász. Nekem is, de a férjemnek igen sokkot kap a... Azt nem mondom el, hogy a családom hány csengőfrászon ment keresztül, illetve a páromban mi van. A párom végighallgatta ezt az első találkozót, a Skype-os beszélgetést, és ő mondta, hogy hát ott tornázott mögöttem, tehát azt az agóniát, mert ugye elmondtam, hogy ebbe beleállunk, tehát hogy csinálunk rendezést, ez nem ödön az ökör kérdésköre lesz. Mert ebben benne van a titkosszolgálat, ebben benne, ezt rá, ebből generálnak majd valamit. Ez nyilvánvaló tudatos volt ebben a tekintetben itt. Ugye a bírósági kérdéskör is abban az irányban mutat, hogy postaimre tudatában volt annak, hogy elvehetik a gyereket. Nyilvánvalóan ezt a videót mai napig fönt van, értékelték és rá is játszottak. Én annak idején több jelzést kaptam veletek kapcsolatban is, hogy vigyázzatok veletek, mert szolgálati felépítettek vagytok. Az a célotok, hogy engem postaimrét rángassatok bele valamiben, amit eddig nem tudtam meg elkövetni. És akkor egy attitűd még a fenyegetéssel kapcsolatban, Ujjesi Gamoriai nagymester tényleg rövid lesz, 2012-es írása, az ég alatti címet viseli. Három rövid idézet. Ahhoz, hogy uralda veled szemben álló kardok erejét, tudnod kell, hogy a pajzsod az ellenséged lelke. Hatni akartunk kell másokra? Igen, a lelkekre. Az, hogy ezt most ellenségnek, ellenfélnek vagy barátnak nevezek, én nekem meggyőződésem egyébként, hogy közöttünk semmiféle ellentét vagy ellenségeskedés nincs. Ez a
A mundér becsületének a védelme, meg az, hogy a fiókos oldalon ül, ez határozza meg most ezt a szerepkört. Szerintem tökéletes ellenén talicskát tologatva bárhol, minden gond nélkül. Ez nekem szent meggyőződésem. Mondhatom, hogy tapasztalat, sok éves tapasztalatom. Lényegesen akkor is, ha csak egy ellenség hív ki párbajra, mert mindig ellenség egy garmadája lesz körül, Hiroshima Morihegyben. A hős Jet Li főszereplésével film idézett, és akkor magyarázat a sok késes, tőrös, ilyen-olyan mániára. Idézett a megvilágosodás jelenetből. Ez a címe, megvilágosodás. A sztori lényege, hogy van egy kardos férfi, aki legyőz mindenkit, de az a célja, illetve azzal a célra győzne, hogy a császár közelébe kerüljön, akit korábban már megakadták őt. Ezért a császár biztonsági okokból nem enged magához közel senkit 100 lépésnél, hogy meggyilkolják. De ez a hős, ez annyira nagy hős volt, hogy legyőzte a császárnak az ellenségeit, akik korábban meg akarták ölni. És kivívta azt a lehetőséget, hogy közvetlen közelre a császár 5 méterre megközelítse, és ott hangzik el ez a jelenet, mert abból bontakozik ki maga, hogy ott van a bérgyilkos, nem bérgyilkos, ott a hős, és a császárral beszélget, hogy mi történt, hogy győzte le az ő ellenségeit, ő. Közben gyertyát veszik körül, láng, lobog a láng, és akkor érzékelni lehet a térben mozgó energiákat, és a császár megvédi a gyerek, és megérti a végén, hogy az, aki előtte áll, az nem legyőzte az ellenfeleit, hanem neki az a szerepe, hogy személyes bosszút álljon, hogy ölje meg őt, a császár. És a felismerés. Idézett a megvilágosodás jelenetből. Első szabály, mondja a császár. Mindig váljon egyé a kard forgató a karddal, mikor az ember a kard és kard az ember, míg a penge is élesebb. Ez ugye fizika. Második szabály. Ha a kézben nincs kard, a szívben van. Még puszta kézzel is lesújtva ellenfelé, akár 100 méterről, ha tette itt a szív vezér. Benne van. Harmadik szabály. A karforgató legfontosabb szabálya. Ha sem kezedben, sem szívedben nincs kard, az elméjében őriz örökké, és nem lesz többé ölés, csak béke. Tehát ez egy olyan önfeláll, természetesen a gyilkos nem lett gyilkos, mert rájött arra, hogy a császár megértette az üzenetet, hogy ő neki nem legyőzni kell a népeket, nem gyilkolni, hanem egységbe kovácsolni azokat, akik vannak. És onnantól kezdve elsétált, mert megkérdezte a császár, hogy mi volt a terv? Hát az volt a terv, hogy a saját fegyverével fogja, ő ugye nem visz fegyvert, megölni. 5 lépés távolságra. De mi, ahogy a császár megértette az üzenetet, hatott az üzenet, ezért nem volt értelme már elpusztítani, hisz a császár jó ember lett, és jobbat nála abban a közegben nem találni. Viszont a császár nem tehetett mást, megölette a hőst, aki vállalta ennek a küldetésnek a szerepét. Ez a sok-sok utalás, szimbólumrendszer, hogy vannak itt olyan küldetéstudattal kvázi rendelkezők, akiket a szív vezérel és az elme. Nem az ölési szándék, nem a fenyegetési szándék, hanem a célba juttatása annak az üzenetnek, hogy mindnyájan emberek vagyunk. Ön is, itt mindnyájan emberek vagyunk. Hogy milyen szerepet töltünk be életünk bizonyos fokában, vagy a fázisában, és utána később mit bánunk meg, hogy miket cselekedtünk, vagy cselekedni elmulasztottunk, az egy egészen más kérdés. De Isten bírósága ítéli majd ezt meg. Köszönöm.